Ladies and gentlemen! Hihetetlen, hihetetlen dolog történt, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit a Bölcsész Klubban. Nem elég, hogy eredménnyel felvettem baseball sapkát, de még a lámpát is helyesen állítottam be. What the fuck is going on? It's smart stream. That's what's going on. Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetésünkben. Ez egy nagyon izgalmas téma lesz, amiről mindenkinek megvan a véleménye meglepő módon annak ellenére, hogy teljesen természetesen egyikünk se itt a chatben soha, semmilyen szempontból se fogyasztott még illegális kábítószert. Senki! És soha. Szerintem ebből kell kiindulnunk, ez a legmegfelelőbb megközelítése a helyzetnek. Mégis valamiért embereknek itt lépten nyomon van egy véleménye arról, hogy legalizálnunk kell, kéne-e a drogfogyasztást. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, vitázni, és utána nézzünk pár dolognak, kigyűjtöttem remek anyagokat, amiről egy kicsit közelebb kerülhetünk a témához, illetve megállapíthatjuk, hogy mit is kéne gondolnunk erről. Érdekel a téma, de nem tudok sokáig maradni. Fent lesz a stream vodon, ugyanúgy? Abszolút, mint mindig fent lesz. Az előző smart stream éppen most töltődik fel, úgyhogy az is nem sokára fent lesz. Werner, Kevin. Öreg Kevin. Úgyhogy se karácsony, Se stream nincs Kevin nélkül, mindent meg tudsz nézni, majd a vodon. Attól függ, miféle drogfogyasztását, ugye? Nos, hát nem annyira, ugye? Nem annyira, ugye? Ugyanis a vélemények. Csapjunk akkor bele. Most így mindenki. Megérkezett. Abszolút. Öm. A nugátos párácska drognak számít? Öm, nem, technikailag nem. Az a kokain, amit belekevernek, az számít drognak. Szóval, vágjunk be a témába. Következő helyzet. Mielőtt egy ilyen témáról beszélgetünk, én mindig szeretem elmondani nektek, kerek perc, egyenesen a legelején, hogy én milyen véleményem vagyok, és megnézzük, hogy a stream véle végére tudunk -e ezen változtatni, vagy akarunk -e ezen változtatni igazából. Úgy gondolom ez azért fontos, mert a tisztaság sokkal egyszerűbb, mint hogyha itt ott amot kell kikövetkeztetni, hogy honnan jön a gergőke. Én meglepő módon kifejezetten konzervatívan gondolkodom a drogfogyasztásról. A véleményemben javarészt az, hogy egyetértek a magyarországi drogtörvények Jelentős részével. Az egyetlen változtatás, amit én végrehajtanék, az az, hogy legalizálnám a kanabiszt, mert ö, ma okok, amiket majd végveszünk, és illegalizálnám a dohánytermékeket. Az összeset. Fakam, senkinek cigizzen. Ez semmire nem jó. Úgyhogy így megcserélném a kettőt, de alapvetően én amúgy, amúgy annak a pártolója vagyok, hogy hogy ne legalizáljuk a heroint. És ö, 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 sarkítok, de itt kell megértenetek azt a határt, amit meghúztunk mi. Ö, mint társadalom, én ezt azért látom félig meddig jósnak, mert a bi az erősebb tudatmódosító szerek azok esetleg olyan embereket is életmódváltoztatásra tudnak ö, vezetni, akik amúgy ezt nem tennék meg. Tehát még azt gondolom, hogy rengeteg ember tudja megállni, hogy megígyom minden nap egy, egy üveg bort. Ahogyan az emberek, ahogyan a fogyasztók mesélnek a heroinról, ez egy olyan, olyan dolog, amit ö, nem feltétlenül adnék az általános társadalom kezébe. Ö, az ezer... Nem tudom, mikor voltak a magyarok utoljára boldogok. A kiegyezés idejében a magyaroknak ö, még talán adhatunk volna különböző tudatmódosítószereket, és megfelelően bánt volna velük el a társadalom. De úgy gondolom, hogy jelen pillanatban egyre jobban csúszunk be, mi, mint Magyarország, mi, mint Európa, és úgy általában mi, mint világ a társadalmi depresszió bűzölgő mocsarába, és nem jó az ott testbelő emberek mellé ö, intravénes drogokat dobni. Én legalábbis így érzem. Én így gondolom, tehát abszolút nem vagyok annak a híve, hogy mindent legalizáljunk, mert ez az én testem, és azt csinálok, mert amit akarok, ez a jogalkotás java részében nincsen, így, ahogy ezt megtanultuk például az előző Smart Stream alkalmával, ö, ö, úgyhogy én nem gondolom, hogy a drogokra ezt ki kéne De a ez a véleményem, és érdemes erről beszélni, úgy, úgy gondolom, hogy kértétek, hogy beszéljünk erről a következő Smart Streamben, úgyhogy itt vagyunk, és beszélünk. Veletek! Itt lehetne behozni azokat a pszichológusokat, akik különböző nehéz drogokkal kezelnek embereket. Nem pszichológusok, hanem pszichiáterek, és nem nehéz drogokkal kezelnek, hanem egy speciális uh, gyógyszer típusú tudatmódosító szerekkel, mint például a depresszió ellen uh, tudnak felírni különböző akár nagyon kemény hatóanyagú gyógyszereket, illetve uh, az amcsik nagyon szeretik a ritalint, ami egy amf amfetamin tartalmú uh, gyógyszer, és a, az ADHD, a figyelem zavarra küzdő Egyéneket, főleg gyerekeket, tudja meglepő módon, legjobb tudomásom szerint eredménnyel kezelni. Tehát vannak, vannak a gyógyászatban is. Ö Ö, nyilván ennek megjelenése, ez egy egész másik téma, és kitérhetünk rá igazából, hogy a gyógyszerekkel mi van, mert a, én attól rettegek gyerekek, hogyha az aktív fájdalomcsillapítók úgy jönnek be Magyarországra, mint ahogy már léteznek Amerikában, akkor szerintem összedől a társadalmunk és mindennek vége. Tehát az, amit az amerikaiak most nagyon szopnak a fentanillal, meg a, meg a opiát származékú gyógyszerekkel, az, az nem szabad meg, meg, meg... Ismételni, tehát kicsit előre mutattál a kérdésedet, de alapvetően egyetértek, a, a gyógyszeriparra is kell foglalkozni, hogyha az ember a legalizálással beszél. Hát azért elég sok alkoholista van Magyarországon, tényleg kíváncsi lennék egy felmérésre, hányan innek meg azt az, az üvegbort. Rengeteg, iszonyatos, nem tudom, ezt meg is nézzük, kezdjük akkor ezzel, mert ugye az első vita, amit általában az emberek felszoktak hozni, az az alkohol versus cannabis, amiben az alkohol minden számlálás szerint alul marad. Mindenben. Mindenben veszélyesebb az alkohol. Mindenben rosszabb. Mindenben rosszabb. Semmi nem jobb, de akkor nézzük meg, hogy alkoholisták száma. Száma Magyarországon. Ne, nagyon nehéz volt ö, ö, találnom friss információkat. Úgyhogy, látjátok, itt is fucking 97-től kezdődik. Na, 2019. Alkoholisták száma 389 ezer ember. becsült, nyilvántartott alkoholista, oké, okay, nyilván nyilvántartott, ezt hagyjuk az békén. Most 97-ben, és elvileg ez úgy nézem egyébként, hogy ez csökken, ami meglepő, de nem tudom, hogy ez ennek mennyire lehet hinni. Aha, a régi is rendszerünknek, igen, már frissít, ebben a táblában fognak frissülni. Nézzük meg a frissítéseket. Hopp, megugrott 415. Ö, ez nagyon kemény hogy ekkora 808 ezerről leesett a felére az alkoholisták száma Magyarországon. Remélem ti is látjátok, de igen, látjátok. Ö, igen, az alkoholista nagyon, nagyon fontos dolgot mondott ö, itt Parasite. Az alkoholista definíciója elég fura, mint olyan. Igen, nem, az alkoholista, nézzük ezt meg, hogy de, de, valami egy pár, egy pár pohár per naptól már alkoholista definíciója. Egy pár pohár bortól már ö, alkoholistenek számít. Ö, itt van. Nem járulok semmi ez hozzá. Hogyan legyen kisebb a hasam? Ismét egy beszédes reklámgergő <laughs> böngészőjében. Igen. Pontosan egy igen. Naponta 60 g alkoholt, egy deci, naponta egy decipálinka, naponta két korsósör, vagy három decibor. Na most itt attól függ, hogy mennyire vagy férfi vagy nő, mert a napi két korsó sör, az inkább a férfiak, a napi három decibor, az inkább a nők. Gyerekek, én pontosan értem, hogy ez nem tűnik soknak, de aki minden nap megiszik két, két sört, az annak ki kell próbálni. Oké, okay. ha te minden nap megiszol kétkorsó sört, akkor meg kell próbálnod egy hónapig távol tartani magad az alkoholtól. És ez nem azért, mert bárkinek felelősséggel tartozom, hanem azért, mert fontos tudni, hogy milyen hatással van a szervezetedre, hogyha nem iszol meg naponta kétkorsó sört. Nem arról beszélünk, hogy, hogy hétvégén kimész és bebaszol, mint az őrület, mert az egy, egy tudatos, egy helyes, egy kulturálisan pártolt viselkedés. De hogyha tényleg minden nap is rendszeresen iszol, akkor én csak ezt, mint javaslat, azt tenném, hogy, hogy csinálj egy száraz hónapot. Könyörtelenül egy hónapig ne semmit, és vizsgáld meg, hogy milyen hatással van a szervezetedre. Mert hogyha problémák merülnek fel a pszichérben, akkor ott, ott, van egy probléma, amivel foglalkozni kell. Honnan jött ez a stream? Az előző smart stream az a, az abortusról zajlott, és felvetette valaki chatben, hogy még ilyen témákat át kéne beszélnünk, amik érintik a társadalmat, és amik esetleg a jövőnkre nézve fontosak. És valaki bedobta az, az addikciót, és én úgy gondoltam, hogy oké, okay, végül is ez egy logikus tovább lépés az abortuszról Miért? Mert bizonyos konzervatív politikusok szerint az abortusz is egyfajta addikció. Tehát nők szombatonként beugranak a kórházba is, kivetetnek magukból a baba, egy babát, mert ők ráfügtek a gyilkosságra. Azt hinnéd, hogy viccelek? Olvastunk ilyen véleményeket. Van alkohol függő, aki nem sokat iszik, de, de, azt a keveset minden nap meg kell így, anélkül nem bírja. Így van Olympos, e, e, az a limpos, az már egy nagyon előre haladott verziója egyébként az alkoholnak. Tehát, hogy, gyerekek, az alkoholizmus nem onnan kezdődik, hogy remeg a kezed. Az a, v, az a vége. De az a vége. Hogyha eljutsz odáig, hogy remeg a kezed, hogyha nem iszol alkoholt, az a, az a, az a végstádium. Tehát ott nagyon-nagyon gyorsan és nagyon drasztikus lépéseket kell végrehajtani. Senki ne gondolja, hogy az addikció az onnantól kezdődik, hogy az embernek fizikai tünetei vannak. Mert ez nem mindig adott. Abortuszra szóló videó felkerül YouTube-ra, éppen most megy föl, de ma este már föl lesz, vagy holnap. Így van. Tehát, alapvetőleg ugye az első kérdés, amiről érdemes beszélni, az az alkohol és a cannabis a kapcsolata. Valami, ami. ami nem. logikus. Semmilyen szempontból nem logikus. Meg, én, én az utóbbi másfél órát azzal töltöttem, hogy találjak nektek valami cikket, ami kb. megpróbálja eredménnyel magyarázni, hogy miért van az, hogy az alkohol legális és a fű, meg nem. Az egyetlen dolog, ami közös volt az összes cikben az az, hogy az alkoholnak kultúrája van. És ez. Tehát semmi a hatás szemszögéből megközelített érvelés nem volt. És ez egy kicsit ragasztó. Ez egy kicsit ragasztó, hogy őszinte legyek. Mert nem tud, tehát nem lehet felmutatni igazán semmit az alkohol... Ö, itt van. A, why is alcohol legal? <coughs> Ez a cikk azt állítja, hogy mert az a felső egy százalék ezt akarja. Szóval ilyen szinten zajlik a diskurzus. Ez egy kifejezetten kifejezetten, kifejezetten igényes oldal, és ezt sikerült ide bökkenteni. De alapvetőleg, tehát, hogy a legtöbb oldal, amit ö, találtam, a legtöbb hely, ahol utána tudtam nézni, az alapvetőleg azt mondja, hogy az alkoholt régóta iszunk, is füvet nem szívunk régóta, és ennyi a különbség. Én alapvetőleg én ezt hajlandó vagyok elhinni, főleg azért, mert amúgy az alkoholfogyasztás az minden szempontból rosszabb, mint a fűfogyasztás. Aki azt mondja, hogy a kanabiszra nem lehet rászokni, az hazudik. Vagy magát átadja, vagy megpróbálja mások, mások egyetértésén keresztül megélni ezt a hamis igazságot. De ez nem igaz, ez nem igaz, hogy nem lehet rá szokni, mindenre rá lehet szokni. A cannabis fogyasztás pedig nagyon durva személyiségbeli elváltozásokat tud okozni, hogyha túlzásban viszi az ember. Úgyhogy azt azért nem mondjuk, hogy a kanabisz az a szent gyökér, amit a mennyek országából küldtek le nekünk és mindenfajta mellékhatás nélkül egész életben fogyasztható, mert ez nem igaz. Bokri, köszi szépen a 100 bites. Csit! Benix! Köszi szépen a Prime Subscription! Bre Be Be Benix azt mondta, hogy ő tesz még egy kicsit a malac belsejébe. Gyerekek, nem sokára összegyűlik a pénz a nudli kamerára, úgyhogy nem sokára lesz nudli kamera, hogyha, hogyha Hogyha eljutunk oda, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki feliratkozik. Nem szükséges, nem fontos, de nagyon-nagyon értékelem, és köszönöm, hogy támogatjátok ezt a streamet. Minden be bejövő bevétel az visszamegy a streambe, ahogy eddig is. Új lámpák, lesznek új háttér, stb. Akinek esetleg nem szeretné erre vállalkozni, az csak kövessen be. Haladunk, mert 15.500 környékén vagyunk. Haladunk a Hot streamhez ami 20.000-nél 20 lesz. <coughs> Ki, mondta, ki mondta a lényeget, Gergő, ha túlzásba viszik, minden ártalmas. Igen, a túlzásba viszed, akkor a víz is ártalmas, de ez egy olyan megközelítés a dolognak, hogy ja, hát akkor csak úgy nem kell túlzásba vinni, és nekem itt a fő problémám. Az alkollal ugyanis jár egy olyan szociális elfogadás, ami miatt sokkal könnyebb túlzásba vinni. Sokkal könnyebb túlzásba vinni. A heroinnal, a kokainnal, az, az ekivel, az amfetaminokkal pedig jár egy olyan eszméletlen durva kedélybeli változás, ami miatt sokkal kívánatosabb lehet túlzásba vinni. Tehát azt ne gondoljuk, hogy a különböző szerek fogyasztása fogyasztás az ugyanolyan hatással van a lelkünkre, a viselkedésünkre és a mindennapjainkra, illetve az azoknak való ellenállás az pontosan ugyanannyi lelki erőt igényel. Ez nem igaz. Ez nem igaz, ez nagyon fontos. Például az egyik legaddiktívabb, hanem a legaddiktívabb drogunk jelenleg a cigi. Emberek kaparják a falat éveken keresztül. Kiesik a tüdejük, szúra szívük, nem kapnak rendesen levegőt, és még mindig cigiznek és képtelenek leszokni. A dohányzás az egy borzasztóan addiktív dolog. Úgyhogy. Pedig ugye hát mégse heroinból van. Úgyhogy. Nem szabad ezt ilyen egyszerűen letudni. Jó, amit mondtál, abszolút igaz, amit mondtál, de nem gondolom, hogy ezt ennyivel érdemes letudni, hogy jó, hát nem szabad túlzásba vinni, mert hogyha, hogyha ez így lenne, hogyha így működne az emberi elme, hogy csak úgy ne túlzásba, akkor mindenki heroinozna szombat esténként, és aztán vasárnap a családjával ebédelne, és enne a véres hurkát. A kávé is addiktív, a kávé iszonyatosan addiktív, egyébként meglepő. Nekem volt egy ismerősöm, ez az egyik személyes történetem, szívesen meselek, ha még szeretnétek, de az egyik személyes történetem, nekünk volt egy szomszédunk, aki meghalt. Elment az orvoshoz, ö, ö, író volt, me, megivott 8-10 kávét naponta, elment az orvoshoz, hogy szúra szíve, az orvosa azt mondta, hogy ha most nem hagyod abba a kávévást, meg fogsz halni, nem hagyta abba, meghalt. Ö, úgyhogy óvatosan, óvatosan, de a kávé, kávé az kifejezetten addiktív, kifejezetten addiktív, viszont ö, <coughs> viszont a viselkedésre való hatása az limitált, és ezért sokkal könnyebben adagolható. Hogy mi pontosan, mi a legaddiktívabb dolog, én, én igen, értelek, értelek, hogy a kávé és a koffein addiktívabb, lehetséges, lehetséges. Én azért gondolom a dohányzás nagyon-nagyon uh, kiemelkedőnek. Miért van bedugva két egér? It's a double egér time. Itt nézem, hogy az egerem próbál lemászni a képernyőről, és most már tudom, hogy miért. Hopp, oké, okay, sikerült. Uh, szóval, hogy én azért tartom a dohányzás kifejezetten kiemelendőnek, és azért uh, uh, pártolom az illegalizálását, mert mert euh, nagyon durva az egészségre való hatása, és nagyon gyorsan. Ilyenek a videójátékok is, és a cukor is. Úgy általában minden, ami külön valamilyen ingerrel hat az agyra, az tud addiktív lenni. De most speci specifikusan, jelen esetben a a, a, fogyasztható szerekről beszélünk ebben a streamben. Beszéltünk a számítógépi játék addikcióról is, most egy kicsit ugrálok, úgy érzem, hogy elvesztettem a szerkezetét a beszélgetésnek, de majd visszaszerzem. A számítógépes játék addikcióval például abszolút megváltozott a véleményem. Én azt a videót is gyártottam azzal a kapcsolatban, hogy mindenki kapja be, a szerint a számítógépes játék addiktív, mert ez nem erről szól, de azt még akkor csináltam, amikor még nem jöttek ki például a lootboxok, -ok, amikben emberek elvesztik az összes meg. meg, meg takarított pénzüket. Fancsi, köszönöm szépen a Prime Subscription-t is, cheesy, köszönöm szépen a Community Gives szabad, gyerekek nagyon kedvesek vagytok, hogy támogatjátok a műsort, köszönöm szépen. Lesz nudli kamera. Az, addik az addikció lehet mentális és fizikai is. Én úgy gondolom, hogy hogy, hogy hogy nincs olyan addikció, ami nem mentális. De nincs olyan addikció, ami nem mentális. Nincs olyan addikció, aminek nincsen mentális uh, része. Mit gondolsz arról, hogy lehet addiktív a szeretet? Én úgy gondolom, hogy itt megyünk át abba Olimposz, uh, ami, amit nagyon sokan, amit a, a, elvétünk ilyen szavakkal kapcsolatban, és nem, nem mondod ezt rosszul, hogy értem, hogy mire gondolsz, de engedd meg, hogy kiegészítsem. A hasonlatos például az, ahogy a emberek használják a depressziót manapság, és ezért jönnek ezek az degenerált Andrew Tétek, akik azt mondják, hogy a depresszió nem igaz. Uh, az a, a, a depressziót sokan használják a szomorúságra, a mély szomorúságra, amikor a depresszió az egy olyan kémiai elváltozás az ember agyában, ami jelentős orvosi beavatkozásra tart igényt. Úgyhogy, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, az addikciónál is sokszor, hogy rá vagyok, én is viccelek azzal, hogy rá vagyok pörögve a, a nukátos párnácskákra, de minden nap elmegyek nugátos párnácskák mellett, és nem veszem meg, mert nagyon kövér vagyok. I am so fat! I am so fat! Nézzétek ezt! Nézzétek ezt! Look at this shit! Most ez nem látszik valami, de nézd meg, nekem ez sose volt itt, és most itt van. Grabbing him! Tiszta jó, végigér! Felháborító. Felháborító. Tudom, hogy hagyjuk már. Tudom, 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 Értsétek meg, hogy minden relatív, és én sose voltam még. Nekem sose voltak hurkáim, de most vannak. Miért? Elmondom, hogy miért. McDonald's. Ez, ez, ez. Most tudom, hogy itt vagy, és tudom, hogy figyelsz. Ha nem veszed le az étlapodról a karamellás Super McFreeze-t, akkor egyszer, egyszer én beledöglök, és a családtagjaim be fognak perelni. Csak mondom, csak figyelmeztetlek, hogy, hogy meg lesz az első ember Magyarországon, aki a karamellás Super McFreeze-be fog beledögleni, és az én leszek. Óvatosan. Az nagyon határozottak a családtagjaim, és rendkívül szeretik a pénzt mindannyian, úgyhogy vigyázz ezzel. Visszatérve az értelmes beszélgetéshez. Ne roncsd el nekünk, Greg! meneküljetek, 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 ne egyetek karamellás szuper megfizd gyerekek. Felháborító. Felháborító. 2000 kalória. Na mindegy. Visszatérve a témánkhoz, az alkohol és a fű vitáját nem tartom bármilyen szinten most már megalapozottnak. Nem lehet a kettő között egyenlőséget húzni. Azon túl, hogy mind a kettő addiktív, azon túl, hogy mind a kettő lehet veszélyes az ember pszichéjére és fizikai egészségére, abszolút, abszolút. Az, hogy a mariguána nem öli meg az embereket, és sokkal, sokkal nehezebben öli meg az emberek körüllévő más embereket, az egy olyan jelentős erény, amit nem lehet letagadni. A részeg ember, ember másokat ver, a részeg ember elüt másokat, a részeg ember átesik a korláton, és megfagy a, megfagy a téli hó viharban. Aki be van szívva, az nem megy el otthonról, mert mindenki kapja be. És ez vicces, meg ez szórakoztató, de ez viselkedésben levezethető. A, a, a hatá, THC hatása alatt lévő ember az alapvetően sokkal inkább konfliktus kerülő, mint a részeg. Erről ki kell kérdeznünk egy drogtoxikológust, de az általános tapasztalat ezt mutatja, és én ezt így valósnak tudom vélni. Szóval ez rögtön ezzel akartam nyitni ezt az egész dumát, hogy, hogy én azért vagyok a marihuana legalizása mellett, annak ellenére, hogy természetesen megismétlem, ahogy senki a csedben se, én se soha nem fogyasztottam marihuánát, főleg nem gimnázium végén és egyetem elején. Abszolút nem. Abszolút nem. De ha lehet, ha fogyasztottam volna, akkor alapvetőleg az évek során meguntam volna, mert nem szeretem. De mégis azt tudom mondani, hogy e, ugye elvileg feldobott téma kapcsán. Én nem látom, a marijuana jelentős, jelentős fájdalomcsillapító, ö, men, ö, stresszkezelő és szociális pozitívuma tud lenni, megfelelő kezek között, megfelelő újjak sodrásában. És így ö, én nem látom, nem látom azt, hogy amennyiben legálisnak tartjuk a, az alkohol és legálisnak tartjuk azt a szintet, amit az alkohol kiválthat egy emberben, akkor, akkor miért, miért maradunk távol a fűtőn? Én ezt nem látom. Nem látom. De nem látom azt a drasztikus különbséget, ami létrejön egy társadalomban, hogyha a füvet berakjuk az alkohol mellé. Ma maximum annyi, hogy sokkal több ember hányna. Mert, annak, mert az alkohol és a fű keverése az szétdobja a gyomrodat. Úgy hallottam. Ö, szóval hogy ez, az, a, a véleményem, hogyha van valakinek, örömmel dobja be, megyünk aztán tovább a komolyabb szerekre, meg nézzünk adatokat Magyarországról, de alapvetően ezzel akartam kezdeni, mert nem nagyon szeretek erről a témáról sokkal többet beszélni. Semmi oka nincsen annak, hogy a, az alkohol legális és a fű meg nem. Nincs. Semmi meg, nincs. Nézzük a valakit. Mit gondolsz arról az érvről, hogy a kanabisz egy kapu drog, és ha legális nehezebb az átlag embereknek kemény drogokat venni, mert kevesebb ember jut drogdélerhez? Benix, ebben teljesen egyetértek. Ez megint egy olyan a dolg, amiben konzervatív vagyok, mert az életem ö, során rengeteg olyan filmet láttam, amiben ez megtörtént. A, a cannabis az csak azért tud kapudrog lenni, mert dílerektől veszed. Semmi más oka nincs. Semmi más oka nincs. Az a tudatmódosulás, amit cannabis fogyasztásával elérsz, az, az drasztikus, mondom, életmód meg, megváltoztató ö, ö, formájában nem durvább a So, nem kategorikusan keményebb az alkoholnál. Tehát, hogyha valaki nagyon beszív, meg valaki nagyon berúg, az nem, nem, nem kategorikusan me, megkülönböztethető dolog. Az kb, kb. mind a kettőt egy szinten tudja az ember említeni. Érted, miről beszélek? Tehát ez, m m m milyen hatással van a mindennapi hogyha nagyon beszívsz, vagy hogy nagyon berúgsz. Na most, a, a, azért tud kapudrog lenni, abszolút. minden tud kapudrog lenni, hogyha a kapuba teszik le a kurva életbe. Magyar ezek azt, hogy jaj, jaj, ne, hogyha legalizálják a füvet, akkor mi le? Akkor füvet fognak fogyasztani, mert legális. De hogyha nem, akkor meg füvet fognak fogyasztani, pedig illegális. És a, tudod, mi van a dealer, tudod, mit szeret igazán? Azt, hogy mindent el lehet adni valakinek. Az, az dílek, üzletemberek, piackutatók, és szeretik terjeszteni, szélesíteni a fogyasztókörüket. Ö, így gondolkodva pedig, Természetesen be fognak ajánlani más fogyasztással alkalmas termékeket is a vásárlónak. Ha azt akarjuk, hogy a, hogy a kanabisz ne legyen kaputok, akkor legalizálni kell, kész. Én ezt így gondolom. Az alkohol miért nem kapu drog? Az alkohol minden, ezt, ezt közben megválaszoltam Atics, de az alkohol azért nem kapu drog, mert nem dílektől veszed. Biztos lehetsz benne. Biztos lehetsz benne, hogy onnantól kezdve, hogy dílerektől vennénk, ahogy ez volt is. Jön mellé jön más is. Jó a marketing nézőpont erről? Abszolút, abszolút. Én nem egyszer hallottam azt, tudom, hogy ezek nem érvelési pontok, de hát miért nem esélyünk történeteket? hogy úgy bizonyos egyének úgy terjesztették a különböző fogyasztható szereket, hogy amikor elment hozzájuk a gyerek, és vett tőlük egy-két gram füvet, akkor véletlenül benne hagytak két bogyót a csomagban. És mintha hazajött a gyerek, és megtalálta, ráírta a dílát, hogy whoops, te figyelj, nem volt két bogyó a te csomagodban? De, de, jó, figyelj, mindegy, ez most így a tiéd, aztán, izé, próbált ki, ha tetszik, akkor itt van még rengeteg szer, ez a legegyszerűbb technika arra, hogy több szerfogyasztásra is ráved a vásárlót. Abszolút, abszolút. Tehát a kapudrog az egy lényeges dolog, és erről fogunk beszélni, amikor átnézzük a magyar, magyar mert nektek a magyarországi törvénykezést. A magyar, sőt, ezt most el is húzom, hogyha megengeditek. Van, találtam egy nagyon jó cikket, ezt a kimutatást mindenkinek javaslom, akit érdekel a téma. Javaslom az elolvasására. Abszolút nem egy nagyon szakmai szöveg. Én elkezdtem olvasni, de nem, nem tudtam befejezni időben. De nagyon-nagyon de sok nagyon fontos információ van magyarországi drogfogyasztásról benne. Na most, ami érdekes, hogy így van. Amikor elkezdtem átolvasni, hogy mi a BTK-ban mi van, a, mi van a, a drogfogyasztásról. Nagyon komplikált, rengeteg helyen említik a drogfogyasztást, különböző cikkékre vonatkozik. Nagyon nehéz összeszedni, de alapvetően, ami tök jól ez a kimutatás, ez összeszedett, az az, hogy milyen változások, Jöttek létre a btk a drogfogyasztása az évek során. Na, és ez az, ami egy relatíve új, azt hiszem, ezt nem tudom, hogy mikor hozták be, de ez 2000-es évek elején, kikereshetjük, ha gondoljátok, de igazából szerintem tök mindegy. Szóval ez egy relatíve új, a létező drog, drog ö, törvényeken ö, után született meg ez a döntés, hogy felnőtt személy 18 év alattinak kábítószert kínál, vagy átad, ez egy új kategóriája volt, a szabályszegésnek. Tehát meg, megszülettek a drogtörvények, és aztán hozzátették, hogy figyelj, különlegesen büntetjük, ahogy láthatjátok, 5-10 évre akár büntetjük azt, hogyha valaki kiskorúnak akár, akár csak akar átadni drogot. Tehát nem kell sikeresnek lennie. Ezt elolvastam, fölötte van, de mindenki ellenőrizheti az igazamat. Megosztom majd a linket. Tehát, hogy nem kell sikeresnek lennie, hogyha te csak kínálsz 18 évvel alattiakat, drogfogyasztással, akkor már büntethetnek. És ez valami, ami durván hat. Tehát ez durvának hangzik, hogy 5-10 évre, hogyha akarsz adni egy, izé, egy egy, 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 vagy odaadsz a kezébe egy 18 éven alattinak egy füves cigit, akkor 5-10 évre bebasznak. Ez durva. Ugyanakkor szerintem nincsen annál nagyobb féreg, aki, 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 egy, ö, drogfogyasztásra próbálja presszionálni, vagy rávenni az arra nem feltétlenül hajlandó embereket. Úgyhogy kérlek, hogyha akartok valamit tenni a lelki kapcsolatban, sose legyetek az első ember, aki valakinek drogot ad. Tehát sose legyetek valakinek a drogtörténelmében az, a, az első lépés, mert hogyha egész az a valaki az tönkre teszi, az élete, azt nem fogjátok kiheverni. Ez nem személyes történet, hála is nekem soha életemben nem vettem rá semmi ilyen, ilyenre magamat, mert mivel ugye nem is fogyasztottam semmit, de, de és szerintem annál nagyobb féreg nincs, mint aki, e, aki, aki elindít valakit egy potenciálisan életveszélyes úton. Siófok nyáron én cigiztem, és elborzadva néztem, hogy berúgott emberek hangosan, koordinálatlanul, gátláslanul bojonganak, kötözködnek. Mi egy padon nyugodtan néztük a holdfényes báton, nem voltak durvább, de valami szexuálisat oda kiabáltak, aztán messzebb kukákat rugdostak. Miért nem lehet békén hagyni egymást? És én, és én voltam illegális. Ja, hogy mert, mert a uh, deep motion dance, értem, tehát a cigi, cigibe az, 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 az ördög oregánóját tekerted. Nos, um, én nem feltétlenül tartom az üvöltözést, meg a hangos szórakozást illegálisnak. Tehát szerintem az nem baj. Um, az, hogy másoknak szexuális dolgokat üvöltözünk, az most már kezd illegális lenni, de minden esetre fucking hagyjátok békén az embereket. Atyaik, gyerekek, fogunk erről a szexuális zaklatásról, már tartok smart streamet, mert arra nagyon agresszív véleményeim vannak. Na mindegy, szóval az egy egész másik kategória, hagyjuk békén, hagyjátok, hagyjátok békén a másikat. Hagyjátok békén, nem kell, nem kell üveg, Nem kell, akkor se, a nem nagy baj, akkor se üvölt a szexuális zaklatásokat mások irányába szerintem. Na mindegy. Más téma. De hogy alapvetően én nem tartom azt, hogy valaki részegen bolyong egy szórakozó komplexumban, az én nem tartom feltétlenül bajnak. Egyedül az a probléma, hogy hogy en, egy hipokrita megközelítés a törvénykezésnek, mert azt mondjuk, hogy ezt engedjük, akkor a padon cigiző embert mi, miért vágjuk be három évre börtönbe? És akkor itt, itt van, ami még nagyon fontos. Azt mondja, hogy... Ö, kérem, kérem szépen. Igen. Ö, fú, ez egy másik oldalon találtam. Mert nézzük meg, hogy mi... Nem. Nézzük meg, hogy mi történik. Tehát mi, hogyan most a magyar törvényhozás? Igen. Két, két évtől nyolc évig terjedő szabály, szabályvesztés, ha üzletszerűen vagy bűnszövetkezetben, vagy hivatalos, vagy közel, ellátó személyként fogyasztunk. Na most, gyerekek, ez nekem annyira tetszik. Én ezt nem tudtam a magyar törvényhozással. Én ezt nem tudtam. De az, hogy közfeladatot ellátó személyit jobban megbaszunk, hogyha drogozik, azt szerintem egy annyira megnyugtató dolog. <laughs> az annyi, ez egy annyira jó megközelítés a közfeladatoknak. Én ennek tökre örültem. Tehát így, itt előntött egy kis büszkeség, hogy na, helyes, hogyha valaki, valaki ö, ilyen módon számít a társadalom, akkor ez azt ilyen módon erősebben büntessük, hogyha narkozik. See you, hi! Köszi szépen a Prime Subscription! See you, hi! És azt mondta, hogy gyerekek, Jeff Bezos nem kap ma pénzt. Köszi szépen! Köszi szépen! Igen. Szóval pedig ez tök jó. Na most, ö 5 évtől 10 évig terjedő szabály, igen, az nem kell kimennünk rá most, ez 5 évtől 15-15 év, stb., hogyha nagyon nagy mennyiségű drog van, ami egyébként végül is fontos lesz valamikor, de mindegy, ami most fontos, hogy csekély, hol van a csekély? Csekély mennyiségű kábítószer az az, ami az általános, átlagos emberre vonatkozik. Most nem arról fogunk beszélni, hogy védjük a drogdílereket, most arról beszélünk, hogy egy átlagos ember, aki drogokat fogyaszt, az arra mi vár. Két évig terjedő szabács, ö, szabadságvesztés, illetve hogyha hogyha közvállalatot ellátó személy, akkor három évig terjedő szabály, ö, szabadságvesztés járhat maximum, hogyha csekély mennyiségű kábítószerrel találják meg. Nézzük meg azt a csekély mennyiségű kábítószert. Itt van. Csekély mennyiségű, hogyha LSD esetén egy mikrogram, azt hiszem, nem tudom az mennyi. Pszilocibin esetén 1 g, nem tudom, de hogy ez nulla tehát 0.1 g a pszilocibin esetén, ez nem vagyok benne biztos, hogy ez egyszerűen csak szállított gomba, de lényegtelen. Na most ez az, amire felkaptam a fejemet. Amfetamin, metamfetamin, MDP, azt nem tudom, hogy micsoda, alfa, pvp, azt sem tudom, micsoda. Amfetamin és metamfetamin esetében fél gram, Hol a kokain? Kokain esetén két gram. Ezek az emberek nem dolgoztak eleget a médiában. <laughs> tehát én a csekély mennyiségű, az nekem ott, ott, ö, tehát ez egy nagyon-nagyon vak megközelítés a csekély mennyiségűnek. Én úgy gondolom, hogy a csekély mennyiségűnek ott kéne megállnia, hogy egy átlagos ember kimegy az éjszakába és elfogyaszt valamennyit, amitől jól érzi magát, aztán haza tud menni. A, és azért, Azért a félgram amfetamin, az fucking nem voltak ezek az emberek szigeten. Tehát az ez nagyon alacsony számomra ez a szám, és ezzel nem látok feltétlenül problémát, csak úgy gondolom, hogy itt már látható, hogy egy kicsit eltávolodott a jogalkotás, illetve a határszabás a valóságtól. És ezt talán, amit szintén módosítanák. Tehát, hogy, hogy én azt, a, a, hogyha még valamibe belegyúlnék a törvénykezéssel kapcsolatban, ami szerintem egyébként helyén van ahogy mondtam, csak a cigit illegalizálnám és a füvet legalizálnám, az az, hogy ezeket a határokat kitolnám arra, hogy, hogy, hogy egy átlag bulizót, aki elmegy és megpróbálja jól érezni magát, azt nem feltétlenül kell megismétlem két évig terjedő hat, szabadságvesztésre. Fogni. Igen. Kokain két gram, what the fuck? Mondom, nem dolgoztak ezek az emberek médiában. Igen. A nyugtatók, ami más, mint az antidepresszáns kérdése is érdekes, mert ugyanúgy szedatívok, mint több illegális pszichoaktív szer. A nyugtatók, azok benne vannak abszolút ebben a jelentésben, és nézzük akkor tovább, hogyha ez érdekel titeket specifikusan a szerekkel, mi a helyzet. Mert találtam erre egy tök jó kimutatást. Ez 2019-ről szól, de megismétlem, nincsen frissebb adat. Igen, itt is megtaláljuk, ugye kokain az itt két gram, mefedron, metilon, Atya ég ezek a szennyek. A másik dolog amit javaslok nektek, és kívánok nektek ebben az életben, hogy dizájn -e drogokat ne toljatok, mert az valami borzasztó lehet. Az, azért, ez ezek ilyen trágya alapú iszonyatos, iszonyatos agyat felforraló szörnyűségek. Na, mindegy. Öm, igen. THC esetén 6 gram. Aha! Tehát nem, ez nem azt jelenti, hogy 6 gram fű hanem, hogy s tiszta sav formában, Jézus már de hangzik. Oké, okay. nézzük meg a tendenciákat, mert akkor erről beszélünk. Itt vannak, hogy milyen törvényeket, törvénymódosításokat hoztak létre. Fantasztikus, elnézést, egy kicsit előre tekerek, de megtaláltam itt nektek. Így van! Ki mit fogyaszt? Magy kábítószerek Magyarországon. ez az, amit én nem, én nem, tudok elhinni, de fine. Tiltott szerek elterjedése a magyarországi felnőtt népességben 2019-ben. Életes során fogyasztott a kék a férfiak, az összesen. Mi? Oké. Okay. Igen, kék a férfiak és a nők. Életes során fogyasztott 11% férfiaknál, ö, és 18-34 év között 20%. Elmúlt hónapban fogyasztott, tehát ez a relatíve aktív ö, drogfogyasztók, relatíve, mondom, tehát nem, ad, itt nem, nem addiktokról beszélünk, itt egyszerűen ö, drogok iránt ö, érdeklődők, erről beszélünk, az 5% és 2%. A 18 és 64 évesek között 2%, a 18 és 34 évesek között specifikusan, ez a fiatalnak számító, fiatal felnőtteknek számító egyének között 5%. Én szerintem ez nem nagyon sok. Mit gondoltok erről? Az, hogy a fiatal felnőttek ö, ö, körében az elmúlt egy hónapban a társadalom 5%-a fogyasztott valamilyen kábítószert, ami valami illegális kábítószert, ebből beleszól a fű is, az 5%-a számomra nem tűnik nagyon rossznak. Nem tudom. Drogfogyasztási mélek 99% szírmai 100% ismerős. Én egy éve józan vagyok barátom. Én még alkoholt se iszom. Ha két évet kapsz kápszi használatért, akkor azok a célberek, akik nyíltan bevállalták, hogy kokainozzak, kokainoztak, miért nincsenek dutyiban? Azért, mert visszamenőleg nem lehet őket letartóztatni. Nem lehet azt mondani, hogy te egy egyrészt, tehát nem tudod megvédeni egy, egy, egy tárgyalóteremben azt, hogy az az ember az azt mondta egyszer, hogy ő fogyasztott drogot. Vagy ő úgy nézett ki, mint ahogy fogyasztott volna drogot, az, ezért nem lehet letartóztatni senkit. Ugyanakkor én nem tartom feltétlenül rossz, rossz ötletnek azt, hogy beszélünk a kemény drogokról, mert annál jobban csökken mondjuk a vonzerejük. Nem tudom elképzelni, hogy igaz-legyen az ötszázalék, igaz, én se tudom elképzelni, ugyanakkor az ötszázalék tényleg nagyon sok, de a, megint csak ötszázalékba beletartozik a marihuána használat. Én, én, ezt nem, én ezt nem tudom elképzelni. Hogy lehet egy ilyet rendesen felmérni? Közvérmény kutatása. Az még Covid előtti adat, az a kicsit változott a helyzet, de el tudom képzelni, el tudom képzelni. Gyerekek, köszönöm szépen a hype train mindenkinek, jaj de jó fejek vagytok, köszönöm szépen. Na mindegy. Főbb kábítószerek elterjedése, és itt jön a lényeg. A tiltott drogok, én ezt nem tudom, hogy ez mire, mire számít, olvassuk el, mert ez is egy nagyon beszédes kimutatás. Vizsgált tiltott drogok közül a legtöbben marihuánát, hasist fogyasztottak eddig életük során. Aha. Tehát ez az összes tiltott drogok. Oké. Okay. Értem. A legtöbben füvet szívnak, 10%. Tételt drogok, kanabisz nélkül 8%. Wow! Mindenki ekizik Szintetikus kanabiodok. Szintetikus fű, az a harmadik. A a fű és az extázi után a szintetikus fű a harmadik. Ez tragikus. Az a herbál, igen, igen, kultimen. Ez tragikus. Az, az, az iszonyatosan veszélyes cucc az meg. Én csak hallottam róla, de nagyon rossz. Nagy, ez nagyon-nagyon sok. Amfetamin utána a 2.6-tal, kokain 2.3-mal, az is nagyon magas azért. De ami nagyon jó, a designer stimulánsok azok a relatív alacsonyan vannak, illetve a crack és inhaláns és heroin, na, heroin is iszonyatosan alacsonyan van. Tehát gyerekek, ezt mindezt csak azért tartottam fontosnak, hogy behozzuk, meg hogy erről egy kicsit beszéljünk. Mert kurva jól állunk, szerintem. Relatíve. Relatíve jól állunk. És akkor ez a felmérés szerintem nem járt az egyes villamos útvonalán. Nézd, az egyes villamos útvonal az egész országra tekintve egy nagyon-nagyon kicsi terület. A heroin az elmúlt tíz évben visszaszólt, én ennek annyira tudok örülni. Annyira tudok örülni, ezért nem szeretném, hogy bejöjjön, bejöjjön a vikodin. Mert én itt nem látom a gyógyszereket. Metadon. Mi az a metadon? Azt talán egy gyógyszer, mi az a metadon? Tabletta. Methadone. Aha. Szintetikus opioid. Igen, tehát az, az például egy gyógyszer. Na, relatíve alacsonyan van. Igen. Nem az, hogy lassító, az, az szintetikus ópiát, ami az egyik legveszélyesebb dolga a világon szerintem, ahogy tapasztaljuk Amerikában. Igen. Na most specifikusan a 17 év alattiak ezen egy kicsit felkúrtam magam. Vezet a fű, teljesen megérthető. Nyugtató a második. Mit csinálunk a gyerekeinkkel? Mit csinálunk a gyerekeinkkel? Miért tesznek ennyi nyugtatót? Zenex Gang. Jaj, igen, értem. Ők mit csinálnak magukkal? Én, én egy csomó szempontból pártolom a gyerekeknek a gyerekként kezelését. Nem tartom őket feltétlenül felelősnek a saját viselkedésükért. Teszem ezt azért, mert még bizonyos területeken értem a saját felelősségnek a szükségét. Például a szexuális viszonylatban úgy gondolom, hogy jogos gyerekként kezelni a gyereket, és hogyha ez alapján azt mondom, hogy egy gyerek az gyerek, akkor a törvény és a jogalkotás és a felelősségvállalás minden területén el kell fogadni, hogy a gyerek az gyerek. Én pedig azon a véleményen vagyok, hogy abszolút. Tehát az, hogy, az, hogy ezek ennyi nyugtatót zabálnak, annak van valami oka, ami, ami, ami társadalmilag tetten mert hogy egy gyerek mit, egy dolgot nem igazán akar, és az nyugod nyugodt lenni és aludni. Ezt szerintem kijelenthetjük. Egy 16 év alatti tínédzser ezt a két dolgot nem akarja csinálni. Ö, azt, ö, hop, 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 jönnek a vélemények végre. Azt csináljuk a gyerekeinkkel, amint árt az egy füves területen. Nem értem pontosan Puzsé Nem értem pontosan, mire gondolsz. Én te a függő vagyok, mióta leszoktam a kávéról reggel egy zöld tea, és happy vagyok. Ha nem kapom meg, akkor addig ütöm a ja japán ölelő párnámat, amíg nem hoz valaki egyet. A bizonyos teák, mondjuk zöldte, az nem feltétlenül van, annak nem olyan magas a koffein tartalma, de az, i az ilyen addikciók azok inkább viselkedéshez köthetőek, meg mentális egészséghez, mint sem konkrét szerhez. Ezért, ezért mondtam az elején a beszélgetésnek, hogy szerintem minden addikció az mentális kötődésből indul ki, és a durvábbak azok fizikai elváltozásokat, illetve viselkedés zavarokat is tudnak okozni. De alapvetőleg a legtöbb addikció, legyen szó pornóról például, az, a pornó az gyakorlatilag csak mentális. Ugye nem, nem, ez hülyeség, hogy ez nem, nem, csak mentális, mert van egy jelent, az orgazmus, ez egy fizikailag átélhető élmény, de a, a egy jelentős része, kiemelkedő része mentális. Úgyhogy a zöldjára is rá lehet függni, hogyha ez neked egy olyan, 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 olyan o, rituálé, ami egybe, egyenesbe teszi a mentális egészségedet minden reggel, akkor ha nem kapod meg, akkor nincs egyenesbe a mentális egészséged aznap reggel. A porno lesz volt szó, ö, lehet róla szó, én igazából számítok rá, hogy beszélgessünk én azért nem akartam ö, vendéget hívni, mert például a Csernussal is ö, ismerősök vagyunk. Van pár, van pár szakértő haverom. Tehát tudtam volna vendégeket hívni, de úgy gondoltam, hogy egy kicsit leveszem most a vendéghívás terhét a streamekről, mert... mert nem akarok magamnak sokkal-sokkal több munkát csinálni. Én szívesebben beszélgetek veletek, és, és na, ez egy rövid kitekintést megengedtek. Gondolkoztam specifikusan ennek a, ennek a, a, a beszélgetésnek kapcsán, gondolkodtam, hogy hívjunk -e be vendégeket, és azt éreztem magamon, hogy nagyon nem szeretnék. És nem értettem pontosan, hogy miért. És átgondolva, megvizsgálva a lelkemet, rájöttem, hogy, hogy attól tartok, hogy ez a Twitch is átmegy melóba. Azért állítottam le a... Volt két szponzorált streamünk, ugye? Ami tök jól jött, mert vettem belőle új, új szetteket a, a háttérnek. De, de leállítottam, és most nem lesz. Jó ideig szerintem a szponzorált stream, mert nem esett jól. És ez főleg azért van, ami miatt nem akarok feltétlenül a vendégeket is si sokat hívni, mert nem szeretném ezt a streamelést egy újabb szakmai munkaterületnek tekinteni. Komolyan, ve, komolyan veszem és komolyan ö, ö, viselkedek a streamek kapcsolatban. Mindig, amikor csak lehet, betartom ugye a streameket, szóval szakmai, professzionális viselkedéssel gyártom ezeket a műsorokat, és úgy is veszem, komolyan is veszem, viszont nem szeretnék egy újabb szakterületet nyitni magamnak, mert azt megszopja az AFK, azt megszopja a hírügynökség, és azt megszopja, megszopja a, meg a mentális egészségem. Végülményesen, tehát úgy döntöttem, hogy inkább nem foglalkozok extra órákat azzal, hogy összeszervezzek még vendégeket, mert akkor nem lesz hírügynökség rész. Ezt szeretem meghagyni annak, hogy mi, kette, mi így a Bölcsészkúbban beszélgetünk. Úgyhogy kérlek, nézzétek el nekem, de ezért hoztam meg ezt a döntést. Mindenesetre esetre lehet, lehetne a drog kapcsán specifikusan szakértőkkel beszélni, de én úgy gondolom, hogy így is tudunk valamire jutni. Sziasztok! Elérhető lesz ez a VOD formájában, és abszolút szí a Lord Szirmai VODON ott lesz. Kedves Dávid, köszönöm szépen a Subscription, két hónapja a tagja, köszönöm szépen, kedves Dávid, nagyon jó fej vagy. Ó, oh, jönnek a vélemények, de örülök neki. Pontosan nem tudom, de kb. 4-5 évig a, a végén már minden egyes nap szívtunk és ittunk. Néha meló mellett egy kevés MDMA. Na ezt egyik napról a másikra abba hagytam, és egy évig iszonyatosan rossz volt. Pánikbetegség, inszomnia, hangulat ö, ingadozás. Aztán egyre jobb lett, majd elhatároztam, hogy szerzek PHD-t, és most közel vagyok hozzá. Bitch! Bitch! Gyerekek, András a józanság sikersztória. Uh, Na, no, András, őszintén gratulálok a küzdelmeidnek. Nem lehetett egyszerű, hogyha ilyen rendszeres, és ilyen, meg, tehát ilyen itt szó szerint értem, rendszeres uh, drogfogyasztó voltál, és azt mondtad, hogy tudom mi van, én más területeken akarok eredményeket elérni, nem csak a bevitszerek mennyisége terén, ami mondom, tehát én nem ítélem el a drogfogyasztás abszolút, hogy azt tapasztalhatjátok. De nagyon tudom tisztelni azt, aki azt mondja, hogy, hogy maga mögött hagyja egy másik cél érdekében, és ez sikere vissza Úgyhogy András, élvezd a tiszteletemet, mert abszolút birtoklod. Um, igen. Nekem tetszik ez a spontán verzió, köszönöm szépen. Köszönöm, én is örülök. Szerintem ez így jobb, meg közvetlenül mert igazából tudod, arra, arra, hoztam létre ezt a, a streamet, hogy, hogy, több időt tudjunk eltölteni egymással, ne csak a videók kommentjei alatt. Úgyhogy egy ponton elfelejtettem, hogy ez volt a célom a twitch -e, és most visszatáltam hozzá. A szakmai hozzáállásod nem változik, de meghúzza egy határt, ez így tök, oké. Okay. Köszönöm szépen, Wolfi. Na, akkor ezek szerint egyetértésben vagyunk ezzel. Abszolút így gondolkozom róla én is a fű szerintetek a saját példámok kiindulva, azzal kezdtem, és kb. mindent kipróbáltam már, de mindig a fű az alap, minden más ritka. Ilyenkor ez kapudrog. Simonákos erről már beszéltünk, de érdemes beszélni róla még egyszer. A kapudrognak a lényege az, hogy az ember betekintés nyer a drogfogyasztás területére a mariguanán keresztül. Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy igen, igen, abszolút. A, a szerintem a dohányzás egyébként a legnagyobb kapudrog de, hogyha az alkoholt nem tekintjük drognak, ami fasság, de lényegtelen vita, akkor a, a, a fű azért abszolút kapu drog, mert az az első illegális, igazán illegális szer, amit az ember fogyaszt. És itt nem az a lényeg, hogy milyen hatása van a fűnek. Hogyha, hogyha a füvet legalizálnak, nem lenne kapu drog. Attól a pillanattól szűnne meg kapudrog lenni, ugyanis a kapu az nem a, a szerfogyasztásra ö, nyílik rá, hanem az illegális szerbeszerzésre. Ez egy kurva fontos különbség, amit meg kell érteni a törvényhozásnak is. Mert, mert, ö, mert a határ az ott, jelentős mértékben ott, ott húzódik meg, hogy az ember mi, hogyan viszonyul <kül> a droghoz, amit fogyaszt. Ahogy beszéltünk róla, a koffein iszonyatosan addiktív dolog, senki bele se gondol, hogy ez a kislány, aki minden nap három latét iszik meg a, a, a Starbucksban, az egy narkós. Pedig iszonyat tele van cukorral és koffeinnel, az egy nagyon durván addiktív dolog. De nem így gondolkozunk róla, mert alapvetően nem illegális, tehát szabályzott, adóztatott és, és legális keretek között fogyasztott Szerint. Tehát én úgy gondolom, hogy teljes, amit te leírtál nekünk, az egy teljesen természetes és borzasztóan átlagos drogfogyasztási élettörténet. Ez így szokott lenni, az, emberek, az ember be, belekerül, belekerül, abba az életbe, abba, abba, a helyzetbe, hogy elérhetővé válnak számára a illegális szerek, a kíváncsisága nő, miután átlépte ezt a határt örömmel, kisetezik mással is, megtalálja, általában, általában, amint elhagyja a fiatalkort, alapvetőleg elhagyja a a, a durvább szerek fogyasztását, pusztán azért, mert az életében más fontos célok veszik át a helyét. Ez sajnos nem mindig van így, és én javarészt azért vagyok egyébként a kemény drogok illegalizálása mellett, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki, aki mentálisan nem áll készen maga mögött hagyni a kemény drogokat. És ezt nem tudja meg addig, ameddig nem használja a kemény drogokat. Tehát én nem azért vagyok a, 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 drogok, a, a kemény drogok illegalizálása mellett, mert az bármilyen téren egy egészséges társadalomban egy logikus lépés lenne, abszolút nem. Egy, egy liberális ö, utópiában se lenne logikus. Mindenki azt csinál a saját testével, amit akar. Én ezt tökre értem. De valaki, én nem tartom a, a társadalmunk és a kultúránk mentális egészségét felkészültnek arra, hogy kezelje. Rengeteg ember, aki depressziós, aki magába fordul, akinek feldolgozatlan traumái vannak, az úgy fog fucking menekülni a kemény drogokban, mint senki soha. Főleg, hogyha a kapuni innen van már. De ez nem egy eldöntött vélemény, ez valami, ami jelentős, jelentős vitát tud szíteni, úgyhogy örömmel örömmel vitatkozok mással. Én egyszerűen mondom, én nem bízok a társadalomban annyira, hogy legalizáljam a kemény drogokat. Greg, ne haragudj, hogy visszogrom a pi piás részhez. Úgy néz ki, hogy most ez a szegmens a Smart Streamnek beszélgetés, amit én nagyon élvezek, ahogy arról beszéltünk, úgyhogy nem haragszom. Uh, Gyarmati János, főleg, mert a pilótánk is itt van. Visszaugrom a piás részhez, de muszáj megkérdezem, Tehát hogy vészed át nem alkoholfogyasztóként ebben az országban, kultúrában? 23 éves leszek, de fiatal vagy János. Sosem ittam, és, nem... és megvannak az okaim rá. Én úgy gondolom, sejtem, hogy mi. Oké. Okay. Ki lettem közösítve gimiben, sántított a dolog az egyetemen is, kíváncsi lennék a tetebb Persze az is tényező, hogy milyen emberekkel van, van körülvívve az ember. Nem csodálkozom, hogy basztaltak a gyerekek gimiben, mert mindenki beszaríja, aki nem iszik eleget. És azt, azt, azt abszolút megértem, hogy egyetemen az emberek furcsáltak. Következő okból kifolyólag igen, egyrészt van egy kulturális elfogadottság az alkoholfogyasztásnak, másrészt viszont, és ezt értsd meg, mert ezt nekem is meg kellett értenem, hogyha valaki nem iszik alkoholt, főleg ebben az országban, ott van valami, ott van egy hátsó ok, ami feltételezhetőleg annyira személyes, hogy az embereket megijeszti. Főleg, hogyha nem ismeritek egymást nagyon jól. Főleg akkor. Mert mi lehet mögötte? Apám alkoholista volt, rettegek, hogy le leutánzom. Én magam alkoholista vagyok, le vagyok szokva egy kemény küzdelmárán, de maga mögött hagytam az alkoholt. Mind a kettő nagyon személyes. Mind a kettő nagyon lelki. És valami, amit, hogyha csak így érintkezésbe vagytok, de nem vagytok jó barátok, akkor nehéz feldolgozni. Tehát én úgy gondolom, hogy amit, amit font, a gimisek bekaphatják az összes faszunkat, de én úgy gondolom, hogy a felnőttek körében azért viselkednek furcsán az emberek, mert nem mert feltételeznek valamit a háttérben, amihez nincs joguk, és nincs, hozzáfér... nem, nincs hozzáférésük. Nincs joguk arra, hogy hozzáférésük legyen. Ezt akartam mondani. Tehát ez igen, ez fura. Ha én is, amikor azt mondom, hogy valakinek, valakinek azt mondom, hogy nem hiszem, akkor bár én már nagyon felnőtt vagyok, tehát én a fiatal felnőtt határát súrolom, akkor általában Nálunk már megszokott. Tehát 30 fölött már abszolút ö, egyre gyakoribb, hogy valaki nem iszik. Terhes, vagy kisgyereke van, vagy egyszerűen csak eleget ivott életében, mint én. Megunta. Ö, függetlenül ettől az emberek, emberek mi azonnal rákézzenek, miért? És minden alkalommal, amikor felteszik ezt a kérdést, látod a pupillájukban az pillanatnyi aggodalmat. Oh shit, most kinyitottam valamit? most hosszasan elő fogod nekem adni, hogy, hogy vert apád, vert anyád, vagy, vagy te egy, igazából egy heroinista vagy, vagy aki leszokott lesz egy pillanatra a szemükben mindig megjelenik az, hogy mit fogsz mondani. Ezért én ki, az én is ugye ez lényegtelen, de hogy mindenki kell találni egy mondatot, amiben meg lehet nyugtatni a lelküket. Sajnos a társadalom nincsen arra készen. Nem áll arra készen, hogy ezt helyén kezelje. Úgyhogy ezt ne is várd el tőlük. De én úgy gondolom, hogy Nyugodtan tarts ki a mellett, amit te hiszel, az minden szempontból tisztelt és János is aláírhatja szerintem, minden rájön egy idő után, hogy bazd meg semmit nem sem <laughs> Tehát hogy a, 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 jó berúgva lenni, meg szórakoztató, de nagyon keveset veszel az életedből a józanság, sőt. Nálunk ez nem így van az Ausztriában? Érdekes volt, finátok, hogy van? Nem tudom, mi van, mi van az emberekkel, de olyan társadalomban lenni, ahol mindenki részeg, én tartok azoktól az emberektől, mert nem kiszámíthatóak. Nem is vetetlen az, hogy mindenki részeg. Szerintem nagyon érdekes józanként, józanként hogyha beszélünk erről egy kicsit, nagyon érdekes józanként megtapasztalni azt, hogy mennyire görcsösen kapaszkodnak egyes emberek az alkoholfogyasztásban. Tehát. Ahogyan emberek tartanak attól, hogy jaj, te vajon miért vagy józan, vajon mi van ott a háttérben, te is elkezded felismerni, hogy ki az, aki nem tud nem inni. És nem azért, mert alkoholista, hanem azért, mert bizonyos helyzeteket nem képes alkohol nélkül feldolgozni. Ezek nagyon érdekes pontok. Abszolút nem megvetendő területek. Nem azt mondom, hogy kiröhögsz mindenkit, aki hihihi, ő fél a nagy társaságoktól, ezért csak folyamatosan innia kell, hogy lenyugodjon, tehát ez nem vicces de abszolút olyan szempontból, még ha nem is azt mondom, hogy mindenki részek, de nagyon érdekes, csak azok a felismerések, hogy az alkohol mennyi, milyen, milyen sok embernek az életében funkcionál ö, 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 szociális síkosítóként, hogyha értitek, mire gondolok. Az alkoholt kell élvezni, egy finom sör, egy jó bor. Ezt az ember a korral megtanulja, és kikopnak azok, akik csak a hatásáért isszák. Ez lehet az érettségjele? Simon minden szempontból. Minden szempontból. Én úgy gondolom, hogy az alkohol, általában a tudatmódosítószerek java része egyébként, rendelkezik bizonyos kategóriákkal a fogyasztást illetően. Én nem tudom addikciós szempontból, és nem is, szerintem senki nem is teszi ezt, addikciós szempontból egy kategóriába sorolni azt, aki elmegy a kedvenc koncertjére, Izé, bedoba bedob egy félek itt végig, táncolja, hazamegy, és alszik három napot, mert nem bírja a szervezete, és az, aki napi három bogyón él. nem szabad, veszélyes azt mondani, hogy a kettő az nagyon más kategória, de én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy hogyha leegyszerűsítjük ezt, valaki, aki elszív egy jó szivart, és valaki, aki elszív egy jó két doboz vörösmarborot, az is más kategória. Én úgy gondolom, hogy abszolút, abszolút bizonyos, foly, ö, bizonyos Euh, mértékben és minőségben euh, egész más élménye van az alkoholfogyasztásnak, mint amúgy. A legtöbb ember, főleg Magyarországon azért iszik, hogy bevasszon. De jó viszkit elkocsol, elkocsolgatni heti kétszer esténként, az egy egész másik kategória. Külön vicc, hogy a pilóták alkoholisták. Kb. keresve találtam volna ennél alkohol pozitívabb szakmát. Régi vicc, hogy mi választja el a Stuart ezt az alkoholistától a pilóta fülke ajtaja. hihihi. -hi, -hi, -hi. Köszi, a választ, hogy egyetértek vele teljesen. Örülök. Örülök neked. A pilótákról azért ö, elterjedt, hogy ö, ö, részegesek, mert... Mert... Azok. Jó? Nem tudom miért, nem, de hogy is. Nem tudom, hogy miért. E, valószínűleg azért, mert az emberek azt hiszik, hogy ők felszállnak, meg leszállnak, és a kettő között semmi más nem csinálnak, csak piálnak. Láttak pár filmet szerintem, és onnan jön. Szerintem e, Benix Szerintem főleg az alkohol a felnőtteké, és sokan fiatalon ezért isznak sokat, mert e, mert felnőttek akarnak lenni. Legalábbis én ezért ittam sokat, aztán egyszer telehánytam a WC-t, ahhoz óta nincs kedvem. E, Abszolút. Abszolút, 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 abszolút. Illetve úgy általában a fiataloktól meg van vonva a tudatmódosulás, és ez nagyon-nagyon izgalmas dolog. Nem tudom, hogy ki emlékszik arra, mikor volt el először. Elnézést. Kibaszod lékon. Nem tudom, hogy ki emlékszik arra, hogy milyen volt először a részeknek lenni, ez egy borzasztó izgalmas dolog. Az ember, az ember nem tudja, hogy, hogy mi történik magával. Szóval ez, egy, ez, egy, ez egy utazás, ez egy kaland, ez egy izgalom. Uh, és uh, szerintem igazából ez a legfontosabb része, mert a tínézser az a határok feszegetéséről szól, és megismeréséről szól. Nagyon sok szempontból. De ez a felnőtti vállás, amire nagyon vágynak a tínézserek egészen addig, ameddig meg nem történik, ez is beleszámíthat, igen. Az egyensúly és a mérték fontos, de vannak olyan szerek, amikre ez nem igaz. András, én ezt úgy egészíteném ki, hogy, hogy a, vannak olyan szerek, amikben a fogyasztásában az emberek java nem tud egyensúlyt és mértéket tartani. Tehát ne, 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 ne értsük félre. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy E, azért látszik, látszik, hogy a társadalom funkcionáló része, amikor ezek 16 évesek, de hogy fejed menjünk, javarészt ugyanezt látjuk, látszik, hogy mit csinál a, a társadalom javarésze, füve, füvezik, igen, bulizik, bogyó alatt, és, és, igen, tehát ez nagyon alacsony számban fogyasztanak parti drogokat, javarészt mindenki izé, szív füvet, miért? Mert az könnyű kezelni, az, az könnyű, könnyű, letenni, az könnyű, fűhatása alatt akár funkcionálni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a társadalom úgy általában az, abba az irányba tendál, a Tinégyek se rögtön a heroinra ugranak. Már, ami a magyarokat illeti. Hidratál, Geri, folyton vakarózol. Köszönöm szépen. fogom azt eljátszani, hogy visszajövök az arckrémemmel, és így köszönöm szépen, hogy mondtad, igen, igen, már sokat dolgozom azon, hogy a aranybőröm az tökéletes legyen. Elérhető és a kokainhoz képest olcsó, csak azért tépnek. Na meg társadalmi bája is elég nagy. Én úgy gondolom, hogy nem csak feltétlenül társadalmi bája, kulturális bája relatíve nagy, elérhető, könnyen adagolható, és relatíve olcsó, abszolút. Abszolút azért nem véletlen, hogy ilyen magas a 16 éves, 17 évesek körében a szintetikus kanabioid bazd meg. Az is olcsó. Tehát alapvetően a, a, megfizetés, mondjuk bazd meg, hogy van ennyi pénzük a 16 éveseknek? Hogy van, hogy van ennyi gyereknek pénze kokainra? Én nem tudom, ezek mit csinálnak. Az egy drága dolog szokott lenni, nem? Újrú De mindesetre igen, a pénzügyi elérés az abszolút, 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 abszolút fontos. Ezért én mindenképpen geci drágán adnám a füvet, hogyha legalizálnak Magyarországon, és fossá adóztatnám, és csak és kizárólag törvénybe kell hozni, hogy a drogból befolyó költséget, az csak fiataloknak gyártott ööö, alapítványok használhatják fel, iskolákat, gimnáziumokat fejlesztünk belőlük, egészségügyi támogatásra fordítjuk, tehát direkte és száz ban visszafordítjuk a fiatalok és a fiatal felnőttek illetének javítására. A kurva anyját mindenkinek. Tehát az, ez, én, az, azt nem szerintem behozzák, ráraknak egy iszonyatos adót, és aztán mit tudom én, milyen... Izé, infrastruktúrális fejlesztés lesz belőle, nem Bécs, ezzel egy rizikót vállal a társadalom, hogy legalizál egy tudatmódosítószert, tessék azt a rizikót, mi, rizikót mitigálni a bevételből. Ez az én véleményem. Én most egy ideje nem iszok, is mert volt egy-két rossz tapasztalatom Észak-Angliában, lehányás az emeletes buszról az alsó szintre, ég! Meg néha miközben részek vagyok, elkezdek mindenem parázni, és olyan érzésem van, mintha meghalnék. Pánikrohamod van, Ádám. Pánikrohamod van, ö, ö, nagyon helyesen teszed, hogy távol tartod magadat a, az alkoholfogyasztásról. Ez esetben az nem vicc. Tehát ott van egy, van egy ilyen pont, ahol nem vicc. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos lenne, hogy társadalmilag így a józanságról levenni ezt a stigmát, mert egy kicsit ezt a a, a viszolgás körülötte enyhíteni, mert annyi embernek tesz jót. Megint ezt megismétlem, mert a stream elején még nem voltunk ennyien Jézus, mert nagyon örülök, hogy ennyien vagyunk. Uh, gyerekek, aki rendszeresen iszik alkoholt, minden nap iszik alkoholt, annak kötelessége, én úgy gondolom a saját és családja érdekében, hogy jelöljön ki egy hónapot, és egy hónapig ne így alkoholt egyáltalán. 30 nap, semmit ne ígyom. Én ezt azért mondom, mert aki rendszeresen iszik, de nem olyan nagy mennyiségben, az lehet, hogy nem veszi észre magán, hogy elkezdett egy problémája kialakulni. Úgyhogy vigyázzatok magatokra. Kurvára nem vicc az alkohol. Kurva nem vicc, mert nem az lesz, hogy remeg a kezed, az lesz, hogy olyan szinten irritált leszel, hogy nem tudsz mit kezdeni magaddal. Egy családi ebédereig, ebéd erejéig, és akkor lehet, hogy ez a felismerés az arra vezet, hogy egy kicsit megjavítsd az életedet. Szerintem a józanság az arról szól, hogy mostanában a józanságnak a narratívája, hogy az ember távol tartja magát dolgoktól. Ő neki nem szabad ezt a jó dolgot. Ő nem mehet oda, ahol a jó dolgok történnek. Ő neki el kell maradnia bizonyos alapnak vett szórakozási formáktól. Ami egyrészt az esetleg legritkább esetében igaz, a józanok olyan helyre nem mennek, ahol aktív és nyílt drogfogyasztás zajlik koncertekre, bulikba simán elmennek, de értitek, mire beszélek. Egy, egy, józan ember, aki, aki ezt, ezt gyakorolja, az, az nem megy olyan helyre, ahol az orda a cuccot. Viszont a józanság egészségügyi, mentális és úgy általában életviteli pozitívumairól fucking senki nem beszél. Én, mondom, rengeteg ember kérdezte meg, hogy miért nem iszol, valami baj volt a múltban, vagy miért nem iszol, valami, Van valami, valami gondod van. De senki nem kérdezte meg, igen, és mi lett utána? Mert az, hogy tízszer jobban alszom, és tízszer annyi energiám van, az senkit nem érdekel. Úgyhogy ez, ez, szerintem ezt meg kéne változtatni, mert ahogy írta itt az úr, András, hogyha jól emlékszem, igen, Ádám, ahogy írta, úgy, úgy gondolom, hogy rengeteg embernek nagyon jó tenne, hogyha egy kicsit kicsit kevesebbet fogyasztam. Csamik! Én 23 éves vagyok, és csak egyszer rúgtam be, nem annyira, hogy ne tudjak magamról. Azt is azért, hogy megnézem, hogy mi ez a felhajtás költe. Ez Látjátok? Látjátok? Erről szól. Mondom, mondom, tehát a Tínzseirek, azok meg akarják látni, hogy miről szól. <laughs> a minden! A szex, a drog és a rock and roll is. Teljesen oké. Okay. De csak depis és fáradt lettem, szóval Max egy kettőt iszok a buliba az ízéért. Ez, ez szerintem egy... Tehát, hogy megint gyerekek, legyünk már őszinték magunkkal. Ezt felolvastam nektek, mi az érzésétek Csamikkal kapcsolatban? Mi az érzéseitek? A legtöbb ember azt, gondolja, hogy legyünk őszinték. Nekem is ez volt a csípő reakcióm, hogy bazd meg Csamik valamiről lemarad. Pedig kurvára nem. Pedig kurvára nem csak olyan szinten összefügg a kultúráis kommunikációban a szórakozás a tudatmódosítószerek, és itt az alkoholt is beleértem, tudatmódosítószerek fogyasztásával, hogy az ember Neked ilyen reflex hogy hopp, ő kimarad valamiből. Én garantálom nektek, hogy Csamik semmi olyanból nem marad ki, amit alkoholfogyasztással megélt volna. Én, én ezt garantálom. Mert ő egyértelműen, jellemszinten, életvitel szinten nem érdeklődik a megborulás iránt, és ez király. Én világéletemben visszajogtam a herointól, mert nagyon fiatal láttam. Meglepő módon sok minden nem működött. De a kosaras naplója, az baz meg, az nagyon beütött nekem. És én az egész életemet úgy értem le, hogy a herointól visszajogtam. Nem volt lehetőségem sose fogyasztani, de valahogyan egész életemben az a tudat ért bennem, hogy ez valami, amire a minden, minden helyzetben nemet fogok tudni mondani. És bizony vannak ilyen emberek, akik az alkoholal vannak így. És ez a én már megszoktam, hogy sörözni vagyok ismerősökkel, akkor furán néznek, hogy kikérem a limonádét. Em haj... Oh, itt van nem hajnal, szemusz hajnal. Üh, üh, abszolút. Abszolút. Üh, én engem mind a mai napig furán néznek az emberek. Hogyha... De igazából, tehát velem a haverém elfogadták teljes mértékben, és így nem basztatnak vele. Egy haverom van, aki voltunk együtt kájtozni, és volt egy haverom, aki képtelen volt kiszállni az arcomból. És viccből, de folyamatosan minden este megpróbált rávenni, hogy igyak valamit. És az volt az egyetlen egy dolog, ami az ötödik nap után már, már ö, idegesíteni kezdett, hogy így öreg, hagy, hagy hagyd abba. Tehát, hogy látszik, hogy, hogy, hogy az én szempontomból ez nem feltétlenül probléma, de, de ez a másik dolog, amit, amit ne csináljátok, Ha adhatok még egy tippet, józan embereket ne basztassatok azzal, hogy fogyasszanak. Nem tudod, hogy mi van mögötte. Nem kell tudnod, az egy bizalom, hogyha meg, meg, meg tudod ezt az információt. Függetlenül ettől a józan embert nem igazán kell máshogy kezelni, kivéve egy dolgot, nem kell megpróbálni rávenni, hogy ne legyen józan. Mert, hogyha valaki azt mondja, hogy én, én ma nem akarok szexelni, azt is nagyon netes megpróbálni rávenni, hogy de-de! Sze te szexeljél csak! És egyéb dolog az emberek a saját testük fölött, az ilyen drasztikusnak drasszikus, nevezhető döntéseket nem véletlenül hozzák meg, azt érdemes tiszteletbe tartani. Pedig ráadásul milyen limonádékat csinálnak már? Abszolút. De gyerekek, érdekes módon én annyi sört ittam életemben, hogy nekem teljesen működik az alkoholmentes sör. Én, 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 tök, én tök simán megiszom az alkoholmentes sört élvezettel. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, mert amikor elkezdtem a józanságot, akkor így, így, így még frusztrálva éreztem magamat, hogy haverok között nem nincs üveg a kezemben, és akkor vettem alkoholmentes sört. És nagyon érdekes volt, éreztem, hogy a szervezetem így nem érti, hogy mi van. Mert így bejött a sör, meg így itt van, de így nem rugunk be tőle. Mi történik? Nagyon érdekes. De nekem az is működik. Fú, az nagyon idegesítő, amikor betolják az arcodba, amikor mondom, hogy nem kérek, és odatolják az arcodba a felest, aztán meg van sértődve, amikor nem iszom, meg. Látod. melyik óta. Tehát itt vannak itt olyan berögzült viselkedések, amik nem egészségesek társadalmilag. Nem egészségesek társadalmilag. Mondom, tehát az a, az a, főleg a magyar, specifikusan a magyar kultúra olyan szinten rá van függve az alkoholra, ami. Baz meg most, így, hogyha megnézzük azt, azt a kimutatást, amiről már beszéltünk, az, hogy van 400 ezer alkoholistánk, az geci sok. Ez nagyon sok. Ugye mondják azt, hogy egy millió alkoholista ország vagyunk. Én nem vagyok benne teljes mértékben biztos, hogy 400 ezer az egy, az egy teljes, vagy ez egy hiteles szám. De tök mindegy. Kezeljük most ezt a relatív alacsony számot. Az, hogy 400 ezer alkoholistánk van, az iszonyatos. 400 embernek egy aktív és jelentős rész az életében az alkoholfogyasztás. 400 ezer ember van ebben az országban, akinek drasztikus és durva elváltozást okozna az életében, ha nem iszik alkoholt. Ez nagyon sok. Tehát a magyarok, magyaroknál, mind Magyarországban az meg le kell ülnünk és beszélnünk kell arról, hogy nagyon vicces, hogy hú, mennyit tudnak inni a magyarok, de az meg biztos, biztos não, vicces ez. Biztos nagyon vicces ez. Persze én fővárosi vagyok, úgyhogy én befogom a pofámat. Nálunk a designer drogok mennek az utcákon, nem az alkoholizmus. De biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy más történik az országnak ez egy jelentősebb probléma. És az csak a 400 ezer, amiről tudnak, de mi van a többivel? Ah, én, 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 mondom, én nem hiszem el ezt a 400 ezeret. Nagyon-nagyon durva az alkoholizmus uh, Magyarországon. Uh, ezt mindenhol tapasztalni a minden szegletében, úgyhogy én nem hiszem el a 400 ezeret. De mivel ez volt a kimutatás, most nem akarok hirtelen, hirtelen uh, más adatokat közölni, mert a hitelesség az fontos az ilyen smart streamekben. Én előző hétvégén voltam először a koncerten, amikor nem ittam, és jó volt. Úristen, milyen volt nekem. Gyerekek, én konkrétan, én konkrétan, el tudom nektek mondani, amikor elkezdtem ezt a józanságot. és az egy hónapja voltam szerintem maximum józan, és elmentem haverok a noisiára. És nem rakom be, mert a Youtube, de mindegy, A noisy az egy nagyon hard drum and bass bagázs, nagyon régóta tolja, klasszikus drum'n'bass számoknak a szerzői, nagyon szeretjük őket Gimióta. És össze a társaság, elmegyünk, elmegyünk, és én úgy rettegtem, baz meg, én úgy rettegtem. És utána tudtam megfogalmazni, hogy mitől féltem. Nem attól féltem, hogy valami baj lesz, vagy hogy izé, attól féltem, hogy valami elveszett az életemben. Attól féltem, hogyha nem rugok be, mikor izé, ilyen bulikon, akkor nem fogom úgy érezni magamat, mint régen, és nem fogom jól érezni magamat, és, és azzal, hogy én azt úgy döntöttem, hogy józan vagyok, úgy elveszítettem az ilyen szórakozás lehetőségét. És én nagyon szeretem, ezt mondtam ezer szerint, én nagyon szeretek táncolni, nagyon szeretem a zenét, élő pláne. Nekem ez mindig egy nagyon fontos dolg volt, ami a szociális életemet illeti. És kijöttem hajnali három a noiziáról, akkor már vége lett, hívtam a taxit, és majdnem elsírtam magam a ember. Olyan jól éreztem magam! Olyan jó. Pum, lóbáltam egészen kezemet, ugráltam össze-vissza, rohangáltak az emberek fölé, emberek után, akik kibe rohangáltak, mert mindig ittak, meg cigiztek, a visszajöttek. Olyan jó volt, olyan jól éreztem magam. És, ez egy, és azért, azért, éreztem magam, hogy ennyi felfokozva, mert ez megkönnyebbülés volt, hogy nem veszett el semmi az életedben. Tényleg mindenki, aki úgy képzeli, hogy valamelyik, valamit nem tudna józanot csinálni, az az esetek jelentős részében ö, rosszul gondolja. Ezt el nekem. A felségem testvére sincs benne a 400 ezerben, 30-es fiatal, aki minden nap megiszik több üveg sört, pár rövidet, de szerintem nem alkoholista, mert bármikor lerakja. Igaz, egy hónap után már nem alszik és remek. Bazd meg, András! Atyáig! Na látjátok? Látjátok? Rengeteg ember nem látja be magánál, hogy probléma van. Jó, hát nojziát kö könnyű élvezni. Abszolút kulti men. Abszolút nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Kicsit valami, amit alá tudok írni. A, józanság, a szar zenét nem fogod élvezni. Tehát a Roma-ekizve én szerintem két kukát egymásnak verünk, arra is ebből az emberiség. Ne hazudjunk magunknak. De tehát ami a józansággal együtt jár, hogy a szar zenét már nem fogod élvezni. <laughs> Jaj, elnézést, kipújom az orromat. egy előnye lesz. Ha átmegyünk egy új háttérbe, itt streamen, hogy nem az arcomba fog fújni a légkondi. Nagyon jó. Volt egy ismerősöm, aki naponta 3 deci bort meg, ami nem tűnik soknak. Aztán más miatt kórházba került, és kiderült, Ó, oh, ó, oh, 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 oh. És pár, hó, pár nap után rohama volt. Mint kiderült, hiányolt a szervezet az alkoholt, és ezért volt rohama. Szóval kevesebb mennyiségben fogyasztott alkohol is veszélyes. Melyikó, ahogy, ezt, ahogy ezt a stream beszéltük, a 3 deci alkohol, a 3 deci bor per nap, a specifikusan, a meghatározás alapján az, az, ö, az már, már pont az alkoholizmus kategóriája. Itt van. Uh, igen. Hol van? Hol vagy? Itt van. Uh, nem. Nem. Ezeket össze-vissza mondják, de hol kezdődik az alkoholizmus. Itt van. Uh, egy deci pálinka per nap, két sör per nap, vagy három deci bor per nap. Tehát ez pont az, amiről melyikó beszélt. Gyerekek, aki eléri ezt a szintet, megbeszéltük, egy hónap szünetet hagyunk, és megnézzük, hogy milyen hatása van a szervezetünkre, annál. Mert olyan, olyan szempontból kell kezelni. Nincs szégyen! Nincs szégyen! Nincs szégyen abban, hogyha van valami baj! Faszom! Senki rettegjen attól, hogyha, hogyha, hogyha az, az, átlagosnál jobban kíván bizonyos dolgokat, akkor azt rejtegetnie kell, fucking azt kezelni kell, mint férfiak vagyunk, a nők is férfiak. Mint férfiak vagyunk, és a férfiak kezelik a problémáikat. <laughs> Egy remek klip lesz majd, amikor az M1 Üzé. Újabb influencer terjeszti a kóros gender ideológiát. Gergely szerint már a férfiak is férfiak, de meg a nők is férfiak, majdnem mindenki férfi. Mi van a kutyákkal? Hm? A kutyák is férfiak? Igen, a kutyák is férfiak. Na. <laughs> Nincs szégyen, csak konkrétan az egészségügyben aláznak meg. Uh, legelőbb. Ó, de érdekes, nagyon fontos be, 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 beszólás. <coughs> Kollar Leila. És ez az valami, ami visszavezethet kicsit az én előkészített jegyzeteimhez. Kollar Leila azt mondja, hogy nincs szégyen abban, hogyha valaki addig, de konkrétan az egészségügyben aláznak meg. Nem fogunk ebben a streamben arról beszélni, hogy milyen helyzetben van a magyar egészségügy. Nekem két nagyon-nagyon fájdalmas pontja van a jelenlegi pénzügyi ö, stratégiánknak itt Magyarországon. Az egyik az, hogy nem támogatjuk a tanárokat, mert ez iszonyatos felelősségük és hatalmuk van az országunk jövőjét illetően. A ta tanárok fizetés emelését, amit most tüntetnek egyébként, abszolút támogatom. A másik pedig az, hogy az egészségügybe sokkal, sokkal, több pénzt kéne ölni. Abszolút. Az egészségügyet és az oktatást támogatni kéne. És igazad van, Kollár mert az egészségügyben bizonyos okokból kifolyólag olyan szar állapotok vannak, hogy könnyedén lehet, hogy az addiktokat ö, ö, megalázzák és rosszul kezelik. Pedig nem szabad. Sokan vannak egyébként, hogyha már... Ja, igen. Mert mit érdemes velük csinálni? Azt mint Portugália. Ez egy cikk, amit nem fogunk most végigolvasni, relatíve hosszú a Time-on találjátok. Portugália drog... Ö, drog... Ö, törvényének változásáról szól. Az a lényeg, rettenetes heroin probléma volt. Mindenki heroin... Pff, mindenki heroinozott. És, és, amit csináltak, ez specif specifikusan Portugáliára igaz. 98-ban azt mondták, hogy gyerekek mindenki heroínozik, bazd meg, de ezt nem tudjuk megállítani. Tehát rossz helyre küldjük a pénzt, ahogy itt említi. Rossz helyre küldjük a pénzt, nem tudjuk rendőri felügyeleten megállítani azt, hogy ennyi ember heroínozzon, úgyhogy legalizáljuk a drogokat, és az így a drogöldözésből visszamaradó pénzt, amit nem költünk drogüldözésre, azt kezelésre és harm reduction -re, tehát alapvetőleg megelőzésre, és, és nem tudom, hogy van a harm reduction magyarul, arra fordítjuk. Ez nekik nagyon, nagyon működött. Én azért hozom ezt be, mert sokan mutogatnak erre, amikor azt mondják, hogy tessék mindenkinek legalizálni a drogot. Én nem gondolom, hogy ez így működne mindenhol. Ugyanakkor ez egy nagyon fontos megközelítése a drogfogyasztásnak. Ahelyett, hogy üldözzük, sokkal, sokkal, sokkal több pénz kell a kezelésbe és a ártalomcsökkentés. Köszönöm, Fafú. Ez is egy jó név. Fafú. Úgy hangzik, mint egy ilyen, 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 ilyen morcsiba beat. Tof, 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 tof. Uh -huh. <laughs> szóval, hogy sokkal többet kell, sokkal többet kell az egészségügybe pénzt tölteni. Megint Megismétlem. Én alapvetően egyetértek Magyarország jelenlegi drog törvényeivel, a dohányzás és a fű kérdéskörét kivéve de az kétségtelen, hogy amennyiben jelentős erő, előrelépéseket akarunk érni, mondjuk, a, mondjuk a, az alkoholfogyasztás visszaszorításában, vagy legalábbis normális szintre csökkentésében, azt nem fogjuk tudni úgy elérni, hogy limiteljük az emberek elérését az alkoholhoz. Nem. Ezt szóval úgy fogjuk elérni, hogy az egészségügyet pumpáljuk pénzzel. Megfelelő programokat hozunk létre, megfelelő segítséget nyújtunk a rászorulóknak, és így tudjuk egészségesebb irányba ö, egészségesebb mederbe irányítani az alkoholfogyasztásunkat. Üdv, Gergő, a közeljövőben lesz volt csatorna. Benó, Pacman, már, már van, már van. Én úgy látom, hogy cheesy is. Cheesy is linket, így van, ott vissza tudjátok nézni a streamet. Izla, a legjobb példa az alkoholgondokra. Let's check it out. Let's check it out. nézzük meg Izzal, mit csinál. 20 év az... Never gonna happen. 20, év az alkotilam szintje. Igen. És 18 évesen már szavazhatsz, de 20 évesen ilyen csak alkot Az amerikaiak is ezt próbálják csinálni, hatalmas fasság. Ö, igen. Ó, mire gondoltál? Segíts nekem, hogy jobban utána nézzek. Ó, 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 oké, oké, nézzük meg ezt. Ezt, ó, oh, ez, itt tetszik, itt van valami, ami lehet, hogy tetszik. Igen. Uh, uh, ez nem az, ami, enge, ami engem érdekel. Igen. Alkohol, laws. Uh, prohib volt, volt alkoholtilalom Izlandom? 89-ig tartott. Ó, oh, yeah. Az nagyon sokáig tartott. 15-től 89-ig. Jó, mondjuk Izlandon 40-en élnek, úgyhogy ez, az, az, ők megbeszélték egymás között. Segíts nekem, hogy mire gondolsz. Nagyon jó, hogy ezen a platformon is tevékenykedsz. Tökre örülök nekik. Köszönöm szépen. Iceland Band Beer. Jó, az régi. Aha! Tehát, hogy a szél az alcohol is heavily taxed, so prices are high. Igen. Uh -huh. Alcohol policy in Iceland. Ó, nagyon jó. Igen. Igen. Egyre többet isznak az emberek, ezt látom. Igen. Hol van a prohibition? Changes in alcohol consumption from the year before. Aha. Beer revoked. <laughs> igen. Alkohol, tehát nö, uh, igen, visszavonták 89-ben a alkoholtilalmat. Alkohol, alkohol uh, a, én sejtettem, hogy te erre gondolsz, tehát hogy a, a tömény alkoholnak az adóját megnövelték és csökkentették a borét. Igen. Így van, itt van, növelték a, tudtam én, növelték a, a rövideknek az, a, az, adó kulcsát, és csökkentették a bornak az adó kulcsát, és még tovább növelték a, a töménynek az adó kulcsát. Magyarán, amire te gondolsz, az én úgy gondolom, hogy az, hogy de hiszi által Izlandon első kézből tapasztalatod az ottani ott, ott, ott nem ittam ott. Barátnőmmel voltam ott annó, és egymással voltunk elfoglalva, illetve azzal, hogy tartom a gyárcsunk, nem ittunk nagyon sokat. Nagyon szép volt ez a hely. Good Old Times. Um, tehát a, én, én abszolút benne vagyok abban egyébként, hogy, hogy valamelyest különbséget tegyünk tömény alkohol és bor és sör között. Ez egy érdekes kérdés, ami szerintem nem feltétlenül nem feltétlenül sürgető, de hogyha mondjuk Magyarország egyszerűen azt mondaná, hogy szembenéz a borzasztó alkoholizmusával, egyetértek veled, hogy az izlandi mintát lehetne követni, hogy különbséget teszünk tömény és sör között. Ez, ez például egy jó irány lenne. Az van, az volt, ami most is itt van, cigarettával emelik és emelik, de hogy, hogy a amit itt láttunk, Balázs, az az, hogy specifikusan a töményeknek az adókulcsát emelték. Ami tök jó, ami szerintem tök jó. Ezt tetszik. Elhúnyt Robi Coltrane. ó? 72 éves volt. Hm. Hát ez igazán szomorú. Akkor emeljük nem létező poharunkat. Robi coltrane gyerekek. Mm. Hm. Amíg itthon legális a pálinka főzés, addig nem várhatóak rá külön emelt adók. Igen, igen, ez a, ez, ez a privát pálinka főzés, akkor egy baromság. Gyerekek, gyerekek, őszintén el kell mondanom nektek valamit. Szerintem pálinka kurva szar. A legjobb pálinka is kurva szar. Szerintem, hogy annyira egy szenny rövidít a pálinka, hogy ez nem igaz. Tudom, hogy ez ilyen nemzeti kincsünk, meg mindenki nagyon szerelmes bele, de, de a többi töményit képest. Talán még, de a vodka az csak tiszta alkohol, szóval az, az, annak limitált a kultúrája. De az ilyen gyümölcspálatok, meg ilyen növénypálatokból annyira nem, annyira nem tudom tisztelni a pálinkát, hogy annyira egy mocsok ital az esetek legtöbbségében. És ez valahogy így beinvi, Valahogy ez így bevette magát a nemzeti szokat. Jaj, a törköly pály, ú, de nagyon húzós, szar! Rossz! Rossz inni! <laughs> nem tudom, hogy miért vagyunk szerelmesek ennyire a a, a, a pálinkaba. Szerintem egy annyira, annyira primitív, rossz töményítő. Én régebben szeretem nekem mindig úgy hatott, mint az abszint. Pörögtem, meg extra vidám voltam, de már két éve nem ittam pál ezt. Egy jó ágyas pálinka, e, Nézd, nézd, abszolút nem azt mondom, hogy nincsen jó pálinka. Azt mondom, hogy a jó pálinka se annyira jó, mint a többi töményítő a legjobb pálinka az így az oké okay kategória. De mondom, ez, ez már ez már egy necces vélemény, főleg itt Magyarországon, de én olyan szinten nem tudom tisztelni azt a szar, szar, sarak szar, Valahogy nem tudom, én mindig egy viszki ember voltam régen. A pálinka ez lesz a jobb, mint a hubi. Jó, gyerekek, persze, értem a, 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 a hordó, hordó, alól ö, felvakart, erjett kutyaszarnál jobba, <laughs> jobb a pálinka. 70 fokos ez aztán oda basz. Nem, ez csak szimplán szar, csak túl lett misztifikálva. Igen, tehát nagyon sok, pontosan ez az, amit mondok Simon, nagyon sok esetben a pálinka az túl lett misztifikálva. Nagyon köszönöm, hogy ezt így megfogalmaztad. Tehát, tehát az, hogy fáj és rossz inni, az valahogy így a erényévé vált. Mák az egyetlen finom pálinka. Biztos vagyok benne, mindenki megtalálja a saját ízét, amit így elvisel. Én nem azt mondom, hogy ezek nem ihatóak. A minőségi, a gondosan meg lefőzött és általában ezért nem fucking 70%-os, vagy nem ilyen geci durva pálinkák között vannak ihatóak. Nem azt mondom, én azt, hogy a legjobb pálinka, amit ittam, az közelébe nem ért egy középszintű írviszkinek a minőségének. Vagy én ezt így érzem. Volt szerencsém... É, itt van Jacken! Szervusz Jacken! Volt szerencsém, volt szem, 19 éves koromban... Ö, ó! Egy hordóban... Egy, milyen hordóban életed? Fahordóban ér érlet Fa ér, ér inni, az nagyon finom volt. Ö, jó, nagyon, hogyha cukrosan hagyják a pálinkát, az kifejezetten gyomorbarát, meg úgy kellemesebbé teszi a töményalkoholfogyasztását. De igazából, hogyha őszinte leszek, ez a kirohanásom, ez javarészt azért történt, mert szerintem túl van misztifikálva. Tehát, hogy ilyen, 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 nagy, magas piedesztára van emelve a pálinka, pedig szerintem abszolút nem érdemlő meg. És hát itthon persze az, a házi pálinka az meg katasztrofális egészségügyi problémákat okoz mindenkinek. És, és nem beszélünk róla eleget, mert legális alapvetően rengeteg uh, gyümölcsöt termel az ország, gyümölcsként megenni kvázi lehetetlen, export szinten netes. Marad két opció, lehullik a földre és darzsa meg, vagy fülünk belőle belül lesz ez. Fair, fair balika, fair. Fair, fair, fair. De hogy, é, itt már érzed, hogy hol a probléma, hogy erre egy rászorít minket a gazdasági tudatosság, és nem az van, hogy széltudatosan megcsináljuk. Én a viszki elől menekülök, Én a viszki az nagyon, nagyon specifikusan ízéshez, ízéshez illeszkedő. Én abszolút megértem, hogy ez egy rakás embernek nem nem ízlik, viszont az, azt nemesebb alkoholnak tartom, mint a pálinka. Na ez a lényeg. Függetlenül ettől igazából, ami, ami, ami nem akarok senkit megfosztani attól, hogy élvezze a pálinkát, nem, nyilván nem is tudom, de valahogy nem értem, hogy ezt miért emeltük ilyen piedesztára, szerintem nem egy annyira kiemelkedő alkohol. Kedves egyetemi éveim alatt meséltek a helyi kocsmában járó szaktársak, hogy van egy szivacs, jaj, a szivacsról mindenki hallott. Gyarmacs János, aki nem vágja a szivacs, az az, hogy a letörlik a, a nap végén a pultot, ahova öntötték ki eddig az alkoholt, és minden, ami lecsöppent alkohol, az belemegy egy, egy szivacsba, azt kicsavarják, és azt megkaphatod 100 forintért. Ez egy, egy iszonyatos urban legend, én nem tudom, hogy ezt, ezt adták-e bárhol is. De ez igen, igen, nagyon-nagyon sok helyen hallják ezt a sztorit. jó pálinka nem a lehetséges gyümölcs, hanem külön arra tartott gyümölcs. Igen, András, abszolút úgy gondolom, tehát, hogy, 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 hogy egyetértek, hogy mondom, Tudom, magyaráztuk, de hogy bizonyos pálinkák azért rendben tudnak lenni, hogy KB, de legtöbb az egyszer, mert leesett a fára. Én nem tartom, nem maga a helyén kell kezelni. Na ez, egy, ez egy jó megfogalmazás, Zsakán, ez egy jó megfogalmazás. Helyén kell, kezelni, helyén kell kezelni. Szerintem az én én ellenvetésem a pálinkával kapcsolatban is valószínűleg abból fakad, hogy nem kezeljük helyén. Fenét, Fenét volt legenda, itták? Én ezt nem hiszem. Én ezt nem hiszem, János. Ezt annyi helyről hallottam, annyi városban hallottam ezt a sztorit, hogy én ezt nem hiszem, hogy ez igaz. <laughs> ez ilyen hungarikum hülyeség, bármilyen szad is, de hát magyar ó, abszolút. A magyar kisebbségi komplexusabb, az meg ö, ö, újra el lehetne foglalni Bécsvárát. Ha, ha, mi, mivel ugye eddig megtettük, nem, de értitek, miről beszélek. Uh, nagyon sok mindenre azért. Mert az, mert magyar, mert magyar, Rubik kocka. Amikor emlékeztek, amikor néztük be az meg a magyar feltalálókat, és hogy mindenki Rubik Ernőről beszél, és tiszteltünk meg van Rubik Ernő irányába, főleg az ő fia vagy unokája volt, aki a repülő gépeket tervezett? Már elfelejtettem, látjátok, újra elő kell nézem. De minden Rubik Ernő az, az pedagógiai segédeszközöket gyártott, és ez tök De mindig őt hozzuk fel, ami akkora baromság, mert hogyha nem azzal villognánk, hogy az amerikai sorozatokban is látszik, a Rubik kocka is, ezért ez, az hungarikum, azt mit csináltuk, akkor észrevehetnénk, hogy Baz meg, olyan tudósaink volna, vannak és voltak, de főleg voltak olyanok, olyan dolgokat tettünk le az asztalra, bazd meg, mint az atomom, a számítógép, erről egy egész smart stream szólt, és kurva jó, kurva menő volt, úgyhogy a magyar hungarikum, ez nagyon sokszor, euh, vagy ez az érzet, hogy, hogy a magyar az jó, ez nagyon sokszor félrevisz minket. Szent Györgyi Albert C -vitaminja. igen, az, az, ö, azt is néztük, hogy Szent Albert li limitált eredményeket tudom felmutatni. A C vitamin, ez persze egyedülállóan kurva fontos volt, de mondom, nagyon-nagyon-nagyon durva. Jedlikányost, jedlikányosnak nézzétek utána, felfoghatatlan tudományos eredményeket rakott le. Mi találtuk föl a kereket? Ganz talált találta föl a kereket. Olyan jók ezek a smart streamek, látjátok? tudom, hogy most kicsit ilyen vélemény megosztós vitás volt ez az utóbbi két smart stream, de úgy élvezem, hogy már annyira tapasztalható 80 nap után, hogy mennyit nőtt a tudásom, meg a, meg a véleményem bizonyos dolgokról a smart streamek kapcsán. Az meg működik. Nekem legalábbis működik. Na mindegy. Szóval érdemes utána nézni a magyar tudósoknak. Jó, vannak ott sokkal keményebb arcok, mint, mint Szent Györgyi, akár, de főleg Rubik. Tisztelt nekik, változatlan persze. Villamosmérnök vagyok, 10 éve az egyetemen, nekem a magyar tudósokból elegem van már. <laughs> Veki, sajnálom. Ez a, ez a, ez a, ez, a <laughs> ez a, stream, ez nem is erről szól. Elnézést kérünk a posztraumatikus stressz euh, kiváltásáért, Veki. Milyen kereket? Lényegtelen. Ezt megbeszéltük streamen, hogy nem beszélünk erről a villamos, a, mi az vonatkereket. De nem beszélünk erről, hogy mi csak feltáltuk a kereket. Hogyha megkérdezik, hogy mit csinált a magyar, ezt kell mondani, hogy feltáltuk a kereket. Kérdés, más kérdés nincs. Na, visszatérve, visszatérve igazából szerintem már a mai, mai témánkat. Ö, legalábbis relatív relatíve kevés ellen, ellenérzést véltem felfedezni a chatben. Ami tök menő, meg tök király, de alapvetően én úgy gondolom, hogy, hogy igazából ami fontos a drogok kapcsán, meg amit most, most megcsináltunk, az az, hogy tök lényeges beszélni róla, meg, meg kommunikálni róla. Mert ahogy látjátok, amit tapasztaltam, amit, amit írtatok is, hogy rengeteg embernek, rengeteg emberből bújt elő, és nem, nem az első 10 percben, nem az első óra után bújt elő, hogy ő nem igazán szeret inni, vagy neki vannak negatív tapasztalatai, vagy stb. Rengeteg ember van, aki a, a, a és ez társadalmi is abszolút így gondolom, akinek, akinek akinek az érzései szemben mennek a kulturális normával. És tudjátok mi van, hogyha valami véleményt elviszek ebből a streamből, az az, hogy sokkal, engem meglepet, hogy mennyire, mennyire sok embernek van egy alternatív tapasztalata a drogfogyasztás kapcsán. Mennyire, mennyire, nem vagyunk ezzel teljes mértékben összhangban. És, ja, most nincsen rengeteg drogfogyasztó itt a chatben, aki ezt kis is, ki is jelenteni e, 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 üzében. Hát nyilván voltak, akik mondták, hogy füled De Most nem kell arról beszélni, hogy ki milyen narkos. <coughs> Függetlenül ettől én úgy látom, hogy alapvetőleg jó állapotban vagyunk jelen pillanatban. Jó állapotban vagyunk. A, a, a fiatalokat kell megóvni a fucking designer drogoktól. Hogyha valaminek, valaminek kirúgnám a lábát, és valamire gépuskával vadásznék, az a designer drogok, főleg a, a, szintetikus fű. Tehát az, az valami, amit most itt átnéztem, és számom, számomra egy ötrelmes bazd meg, hogy ezt ennyien fogyasztják, hol van. Tehát az nagyon sok, az nagyon sok, hogyha valamit érdemes észrevenni. Valamit érdemes észrevenni. És ezt mindenki, hogyha valakit érdekel még a téma meg ismerkedne az, hogy Magyarországon mi a helyzet, annak tudom ajánlani ezt. 2020-as éves jelentés az EMCDDA számára. Ez beírja a Google-be és megtalálja, a PDF le lehet tölteni. Nagyon-nagyon hasznos. <coughs> Meg is találtam. Tehát ezzel, ez szintetikus kanabioidokkal kell valamit csinálni, gyerekek. Én szerintem ez magasabb, egyrészt magasabb, másrészt ez a harmadik drog. Harmadik. Mind, minden, az eki ek is relatíve olcsó, a marihuana is, is olcsó, de az, hogy a harmadik szinte feljöttek ezek a szintetikus szarok, az nagyon-nagyon veszélyes lehet. de ez valami, amit én hazaviszek ezzel a kapcsolatban, ez, erre érdemes figyelni. De amúgy nem vagyunk, nem vagyunk rossz állapotban. Megakadályozni azt, hogy, a, hogy, hogy, a, hogy, egy társadalom drogot fogyasszon, az egy őrült dolog. Limitálni a használatát a illegalizálásával, én úgy gondolom, hogy az, az egy eszköz, ami a kezünkben van. És... Félét és Portugáliában sem lehet izé, heroin osztogatni az utcasákon. Tehát valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy a személyi szabadságnak érdemes határt szabni, amikor ilyen komoly szerekről beszélünk. Mert amennyi történetet olvastam itt csetben, sok ember volt, aki azt mondta, hogy de kipróbáltam, és aztán rájöttem. Kipróbáltam, de aztán nagyon rossz volt, és akkor abba hagytam. Én úgy gondolom, hogy bizonyos szereknél nem kell eljutni erre a szintre. Ez egy konzervatív felfogás, de, de én, én féltem a társadalmunkat attól, hogy a kemény drogokat legalizáljuk. Na mindegy. Szintetikus szarok kb. a higítózással vannak egy szinten. É, igen, de annál, annál igényesebb ö, hatást érnek el, hogyha hihetünk az elmeséléseknek. Nekem több olyan 16-25 éves lány van, akik ö, nem egyszer járnak át pszichiátrián a, a túlzott használat miatt. Sajnos tessék. Tessék. Tessék, tessék. A fiatalokkal kapcsolatban vigyázzunk el. Ö, vagy legalábbis egy normális mederbe kell helyezni. De érted, hogyha, hogyha neked nem... Sok ismerősöd van, akik a túl, Milyen drogot használnak veki? Nevezzük nevén a gyereket, hogy tudjunk róla beszélni. Ott is kell oktatás, bőleg, főleg a mély szegénységben. Én voltam egy lakásotthonos programon, ahol a gyerekek szerint a fű és a szintetikus között kb. annyi különbség van, hogy a fű gyógyítja a rákot, atyajék. És ezt komolyan gondolják, mert ezt mesélik egymásnak. Mint ahogy az abortusz kapcsán is és a szexedukáció kapcsán is beszéltük és említettük, és amit igazából most is mondtam itt a lezárás elején, Kommunikálni kell róla, az meg, mert nagyon egyértelmű, hogy nem vagyunk egy szinten. Nem vagyunk egy, egy ö, annak ellenére, hogy sok szempontból egy véleményen lesz, lehetünk, egy, nem vagyunk egy világnak a részei, ami drogfogyasztást illeti. Abszolút. Sokkal többet kell róla kommunikálni, sokkal kell, többet kell róla beszélni. Tehát most például beszéltünk egy sort a józanságról, én biztos vagyok benne, hogy rengeteg emberben valamelyes megváltozott a gondolkodás arról, hogy milyen józanak lenni. A könnyű drog legalizálás megszavaztátok? Itt igazából nem kerültünk el, vagy nem oda jutott a beszélgetés, hogy, hogy megszavaztuk-e. Én úgy gondolom, hogy uh, én specifikusan a füvet legalizálnám, uh, és vele karöltve illegalizálnám a dohányzást, a cigizést. De ez egy személyes vélemény, hogyha valakinek van ellenvetése ezzel kapcsolatban, örömmel fogadom. De most valahogy nem, nem lett vita ebből uh, a beszélgetésből, ami nem baj, de érted. Nem szavaztunk meg semmit. Én úgy gondolom, hogy a könnyű drogok területén már így is rengeteg minden legális, az akkor szerintem sok szempontból a könnyű drogok tetejének számít. Ott van a nikotin, ott van a koffein, ezek mind nagyon könnyű drogok. Én ezek mellé a füvet abszolút bevenném, mert nem látom, hogy mi a faszérne lehetne. De én ott húznék egy határt. És sokan nem nincsenek ezzel így. A sok dohányfüggővel mi lenne akkor mennének, de úgy hiba elmondom kréven mi van, mi lenne a, a nikotinfüggőkkel, hogyha megvonnák tőlük a lehetőséget, hogy dohányozzanak. A jelentős részük. Én úgy gondolom, hogy hálát adna az Atya úristának, hogy valaki segített leszokni a cigizéssel. Én nem találkoztam olyan dohányossal, aki élvezte, hogy dohányzik. Úgy értem, hogy, 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 nem gondolt még rá, hogy leszokjon, illetve persze, hogy élvezik, hogy dohányozzak. Aki nem gondol rá aktívan, hogy leszokik a dohányzással. Nem találkoztam olyan dohányossal. Aki azt mondja, hogy nem, én örök ki akarok dohányozni. Mert mind tudjuk, hogy ez hova vezet. Ameddig a droga, alkohol, vagy bármi más kulturálisan menő lesz, addig mindig le lesz ez a probléma a fiataloknál. abszolút. És ezt nem is kell elkerülni, szerintem. Ha valami illegális, akkor annál menő, mert rossz fiúk, ugye buknak a nők. sok, sok alapja van annak, hogy miért izgalmas az illegalitás, főleg a, fiatal, főleg a serdülőkorban. Én nem azt mondom, nem azt mondom, hogy totálisan totálisan érdektelni kell tenni az embereket, a tinédzsereket a drogok irányába, mert ez nem lehet. Az nem lehet. Én csak azt mondom, hogy szerintem én megtartanám azt, hogy a heroin, a kokain, az amfetamin, a metamfetamin, az, a kristály, az ilyenek, uh, MDMA, ezek maradjanak meg az illegalitás szintjén. Le, le, legyen őket, uh, de mondom, itt, itt már lehet itt már lehetne mivel vitelzni, mert, mert vannak előnyei annak, hogy ezeket is legalizáljuk, nem tudom, én valahogy én hiszek benne, hogy ezek jobb, jobb hogyha ezeket nehéz beszerezni, hogyha ezeket sutyoktól kell beszerezni, hogyha ezek nem, nem kézenfekvően elérhetőek. Én, én, én valahogy nem, nem, tartom készen áll, tehát ez, ez egy pontján a társadalom megfelelően egészséges mentális környezete el tudna vinni a hátán az, 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 hogy ezek a drogok elérhetőek, de én nem, én nem tartom késznek rá a vannak olyan ismerőseim, akik kokaint használnak, de többen inkább olyan füvet fű vesznek, amelyet feldúsítanak különböző anyagokkal, mert olcsóbb, atya ég. Ugye nem mindenki teheti azt, meg az, hogy kokaint használnak, kokain, az drága. Az elmondható, hogy mindannyian speedet, metamfetamin tolják. Nem, a speed az nem a metamfetamin, de lényegtem. Lényeg a metamfetamin az egy egész másik dolog, gyerekek. Az a meth, amit a, a breaking badben tolnak, az egy egész más drog, mint amire gondolunk. A MDMA-nak a. a, a Uh, csak egy része metamfetamin, de az hasonlatos a kémiai felépítés, de az se ugyanaz, gyerekek. A, a, speed és a metamfetamin az nagyon távol vannak egymástól. Hála Isten. Uh, mindegy, ez csak ilyen információ. Az elmondható, hogy mindannyian speedet tolják, nem hiába nevezik a szegény ember kokainájának, illetve cracket és LSD. Cracket veki! Cracket használnak Magyarországon! Azt a kurva! Az itt is van, hogy crack. Én nem gondoltam volna, hogy ez van Magyarországon, de relatíve jelentősebb a fogyasztás, mint a heroin, amit mondjuk meg tudok érteni. oh, shit, hát ez szomorúan hallom. Ezek az egy nagyon komoly drogok, amik te annyira kikészítik a mentális egészségét az embernek, hogy, hogy igen. Mert például mondhatnátok azt, hogy öreg, így is ezek az emberek így is fognak fogyasztani ilyen drogokat, de mondjuk, hogyha szintista orvosilag kezelt, normálisan adagolt kokaint fogyasztanának, akkor nem hajlanak úgy bele, mint hogyha fucking cracket nyomnak egy szirupos pipából. Emellett is lehet érvelni, ah, nem tudom, ne, nehéz, én, én, én nem tudok ezzel egyetérteni, valahogy, valahogy nem, nem, nem hallottam még olyan érvet, hogy meggyőzni erről. A crack az a kokain, a cracket, az, az kokaint összekevernek sütőporral, meg egyéb ilyen szerekkel, és, és megsütik, igen, megsütik. És így tüdön keresztül fogyasztják, és annak ilyen intenzívebb a hatása. Sokkal addiktívabb, nem sokkal addiktívabb, sokkal, sokkal, nem tudom, sokkal veszélyesebb, mint a sima kokain, elég tovább. visszakeresem az egyikünknek a pontosabb személyiségzavarát, amivel küzd. biztos vagyok benne veki, biztos vagyok benne, Tehát, akik ilyen drogot fogyasztanak, ráadásul ilyen kevert, kevert ö, ö, mennyiséget, az, az, az biztos vagyok benne, hogy vagy kevert fajtákat, biztos vagyok benne, hogy, hogy ö, ott, ott jelentkeznek problémák. Borderline személyiségzavar, igen, nem csodálkozom, regg, nem csodálkozom. Az a baj, ha illegalizáljuk a cigit, brutálisan megdobja a fekete piacot, és ugyanaz lesz, mint a fűvel, nem lesz ellenőrizhető, és minden szart eladnak. Értelek, értelek, értelek. Én nem gondolom, hogyha... A következő, a következő gondolat, kétségtelen, hogyha illegalizálunk egy szert, az nem tesz jót annak a fogyasztásának. Itt vannak a területnek, aki fogyasztja. Én úgy gondolom, hogy a dohányzás alapvetően kurva veszélyes és nagyon limitált ha egyáltalán bármilyen pozitív élményt okoz az embereknek. A legtöbb ember azért cigizik, mert kívánja a cigit, mert nem cigizett már egy ideje. Én, én úgy gondolom, hogy nagyon durván lecsökkenne a dohányzók száma. Du, na, geci durván lecsökkenne a dohányzók száma, hogyha illegális se tennénk, mert, mert a dohányosoknak egy jelentős, sőt, javarésze nem élvezi a dohányzást és szenved tőle, és köhög tőle, és kevesebb az energiája, és szúr a szíve, és fél attól, hogy tüdőrákos már most vagy lesz, és emiatt segítségére lenne, hogy éleg az De ahogy, mondja, ahogy írja Kollár Leila, ha dohány én is keresném az aluljáróban, még nem megyek azért, ö, csak oda, hogy találják bármi mást. É, én biztos vagyok benne, biztos vagyok benne hogy ez nem segítene bizonyos embereken, ugyanakkor ö, <coughs> Akkor specifikusan a cigizés, azt szerintem az, az egy, ez egy ö, eredménye kiírtható drog, drogfogyasztás szerintem. Hm. Mi a helyzet azzal, hogy a szociális szférát fejlesztjük, és eleve próbáljuk megakadályozni az olyan élethelyzetek kialakulását, ami drogokhoz vezet? Öm, ez az, amit a portugálok csináltak, ez az, amit nagyon sok társadalom tart ö, elsősorban fontosnak. Ez egy nagyon szép gondolat, ami fizikailag eszközölhetetlen. Nagyon, most képzeld, Magyarország még egy relatíve kicsi ország, ott is kurva nehéz olyan jó létet létrehozni, hogy az emberek ne próbáljanak a droghasználatba menekülni. De tegyük fel, hogy létrejöjjön. Valahogy a jó helyre használjuk az Európai Uniós pénzt, vagy mit, mi, mi a faszmat csinálunk, olajat találunk és lelőjük az amerikaiakat, mikor megpróbálják ellopni tőlünk nagyon gazdag lesz Magyarország, és a jó helyre teszi a pénzt. Ez esetben a társadalomnak egy elhanyagolhatóan alacsony pár százalékos rétege lenne az, aki minden jólét és egészséges társadalmi együttélés mellett is használ a kemény drogokat. Ez egy olyan szegmens lenne a társadalomnak, ez a pár százalék, ami elkerülhetetlen, megkerülhetetlen, ők drogozni akarnak, és hogyha, hogyha, hogyha milliárdosok, akkor is drogozni fognak, pont. Ez szerintem az optimális, tökéletes Állapot, ahol ma maximum el lehet jutni, hogy egy nagyon-nagyon kis rétege a társadalomnak fogyaszt csak a drogokat. a többieknek nincs szükségük rá, mert egy egészséges társadalomban élnek, illetve aki érzi magán, hogy addikcióba tudna futni, az megkapja a me megfelelő egészségügyi segítséget. E e most most részletesebben kifejtettem, hogy te mire gondoltál. Ez egy abszolút járható út, sőt, talán ez a, ez a végérvényesen, az utopisztikusan megjelölendő, tökéletesen járható út. Én nem gondolom, hogy ezt meg tudjuk teremteni ilyen pillanatban a saját gazdaság és politikai szféránkban. Tehát egyetértek veled, csak nem tartom reálisnak ezt a, ezt a célt. Az az, hogy nem, félrejét is nem nem, ezt tartom a célnak. Tehát én is, mert hogy megint csak, én nem azért szeretném illegalizálni a szereket, mert nekem itt senki ne fogy, dugja az orrát a listes perseibe, vagy mit tudom mi a faszomat mondanak ezek az idióták. Nem azt mondom, nem, nem, nem. Én azt, tartom, hogy azt mondom, hogy a társadalom nem áll készen arra, hogy mentálisan kezelje a drogfogyasztás lehetőségét. A kemény drogfogyasztás legalizált lehetőségét. Nekem ez a véleményem. De hogy amennyiben a társadalom készen állna rá, én lesz arra, hogy ki mit csinál. Egy egészséges társadalomban a se hogy legyen fenn a polcon a heroin, nem fogják megvenni az emberek, mert el vannak látva. Nem, nem vicc, nagyanyám egész értében dohányzott, az utolsó négy évére hozzánk költözött, és miattunk letette a cigit, ez amúgy full respect, abszolút. Viszont rászakott a negróra és cukorbetegre. Nagy itt nem lehet megállítani, bazd meg. Nagy azt mondta, hogy... Nem, mm -mm. akkor leteszem a cigit, bitch! Hol, hol a negró? Szúrjuk éjjel nappal legot. imádom, imádom nagy Máret. nagyon jó fej. Tudom, társadalminek szeretünk a bánát mocsarába fetrengeni. Én úgy gondolom, hogy ez, ez, kulturálisan is van, van egy kulturális aspektusa is, de úgy általában megint csak. Ezért, 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 emeltem ki, hogy az egészségügyben mennyi pénzt kéne pumpálni, és mennyi kéne támogatni, illetve az oktatást. Mert fel kéne készíteni az embereket egy olyan társadalomban való túléléshez, ahol legálisak ezek a drogok, tehát kommunikálni kéne róluk, beszélni kéne róluk, ismertet kéne terjeszteni, eredménnyel hitelesen, körültekintően kell beszélni a drogokról. Nem lehet azt mondani, hogy a fű az a kapudrog, és utána te heroinista leszel, nem? Tehát, amiről most is beszéltünk, ugye most is így, így átfogalmaztam nektek, és szerintem, nagyon, szerintem abszolút helyesen emellett ebben nagyon hiszek, és nagyon valósnak gondolom, hogy, hogy, a, hogy a fű az addig kapudrog, ameddig az illegalitásban vezető kapunak a Kabu elé van letéve. Um, tehát, hogy, 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 hogyha erről, erről őszintén beszélünk, az nagyon sokat segítene, illetve egészségügyi támogatást kell nyújtani az embereknek. Um, egy fejlett egészségügy és egy fejlett oktatási rendszer mellett szerintem túl, túl tudnánk élni a, a kemény drogok legalizálása. Ami no, nem. Let, le, be akartam lépni Discordra, és letiltotta a frissen regisztrált accountomat, hát őszintén sajnálom nem tudom, hogy mit csinált, viszont Discordon lehet erről beszélni. Smart stream alatt, hogyha valamit kihagytunk. Szóval alapvetően itt van, szerintem ez egy tök jó, ez egy tök jó összefoglalása annak, uh, annak, amit itt felvettünk. Én magyarként nem azzal foglalkoznék elsősorban, hogy legalizáljam a kemény drogokat, mert ahogy láttuk a társadalomunk nem feltétlenül feszeng annyira. Én magyarként a szintetikus kanabioidokkal kezdenék valamit, mert azok nagyon odabasznak. Tehát a, a különböző dizájnedrogokkal drogokkal kell kezdenünk valamit, arról, arról, kell kommunikálnunk aktívan, de igazából nekünk társadalmi fejlődésre van szükségünk ahhoz, hogy, hogy ne legyen bajunk, és az alkoholizmusunkkal kell elsősorban valamit kezdenünk. Ez a, ez a tanulságom ma estében. Ami, ami az én, én véleményemet gazdagította. É, ugyanakkor remélem, hogy nektek é, is volt még valami hasznos ebben a beszélgetésben, amit, amit kinyertetek és amit élveztetek. Hogy én is, uraim, lejárt az időnk, úgyhogy már betekeztem ezzel ezt a smart streamet, de nagyon jó, nagyon jó volt ez a téma. Én nagyon sok mindent máshogy látok most már, vagy így átprioritizálódott bennem. Úgyhogy gyerekek, nyugodtan folytathatjuk ezt a... Menetet. Jövő héten, azt hiszem, jövő héten is lesz még smart stream, ezt majd meg fogjuk nézni, mert valamikor tartunk egy szomorú streamet, vagy egy lelki streamet, mert többen kértétek az előző streamen is. Úgyhogy fogunk lelkiző streamet tartani minden A következő smart stream témáját illetően Discordon tudtok javasolni, írjátok oda, én mindent olvasok, és talán találok egy jó ötletet, akkor ezt megjavítjuk. Nagyon örülök, hogy tetszett nektek, és Dodász, nagyon szépen köszönöm a subscription-t. Őszintén köszönöm mindenkinek, és rédelünk egyet. Igen, rédelünk, mert időben befejeztük a streamet. Úgyhogy megyünk. Mogács urat megrédeljük, mert annyian kértétek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Nagyon-nagyon köszönöm támogatást. Vasárnap találkozunk a Filmhér streamen, és most indul a raid. Szevasztok!